Tehát akkor... Nyolc óra van. Ezek a növényvédelmi hírek. Rendkívüli! Kopasz barackok csaptak össze cigánymeggyel a reggeli műzlimben. A helyzet megoldásához botmixert kellett bevetni. Szívrothatásban elhunyt Tápió Szentmárton díjnyertes cukorrépája régóta tartó betegségét borhiány okozta, a családja és a marhák gyászolják. Illegálisan kasztráltak három barackfát az újfehértói nemesítők. A növényvédelmi hatóság vizsgálja az ügyet. Illegális mikulásvirágviadalokat rendeztek a budapesti nagybani piacon. Az elkövetőket letartóztatták, a sérült mikulásvirágokat rehabilitációra küldték a Boros utcai okmányiroda sorszámtépő automatája mellé. Kapcsoljuk helyszíni tudósítónkat. Mi a helyzet a káposztaföldeken? Fejetlenség uralkodik. Bulvár. A Kajszi idén is korán megmutatta a bimbóit. Dopingbotrányba keveredett a díjnyertes herceghalmi mészlepedékes csernozjom. Egy lőtéri kutya nyerte meg a csákányoroszlói földárverést 243 aranykalászos gazdával szemben. A kutya szerencséjét az erővásárlás jogának köszönhette. Sziasztok, ez itt a Fekete Technológia. Visszatértünk! Igen, én Ádám vagyok, itt van velünk Laci. Hello! Visszatértünk a nyári szünetből, és első vendégünk Kökény Attila, szervusz! Sziasztok! És hát te vagy itt a magyarországi no-till ajatollah. Igen, látod, a csimboraszom mellé hoztam ezt az új szót. Föl lehet ezt is írni. Volt egy nyarad rá, hogy volt egy nyaram ezt összehozni, igen. Ez nagyon kreatív, ezt még nem kaptam meg alapvetően. Az tehát, ajatollak még nem. A ekefetisták közellensége, meg ilyesmi, az már voltam, de ajatollah az még nem. Na, hát akkor itt volt az idő. Mesélj már egy kicsit magadról. Hogy jött neked ez az egész no-till, meg neked mi egyébként az előképzettséged? Nekem semmiféle előképzettségem nincsen, tehát én még valamikor a kommunista időkben eljutottam az érettségig, és akkor utána egy ideig grafikusként dolgoztam, azt szerettem, aztán utána átlovaltam a számítógépes szakmára, mert az érdekelt, és utána hát egy ideig a Markernek voltam az informatikai igazgatója, utána Bécsbe mentem ki a Raiffeisenhez, megcsinálni a támogatási rendszerüket a nemzetközi hálózatnak. Aztán utána meg 2010-ben jött egy rák, és akkor úgy döntöttem, hogy életmódváltás. És ugye ebbe beletartozott a táplálkozás is az életmódba, és akkor vettem meg az első ilyen 15 hektáros gazdaságot a Gerecsébe, és elkezdtem termelni a saját koncepcióm szerint. Tehát a koncepcióm megvolt, a mezőgazdaság még semmit nem tudtam, azt sem tudtam, hogy néz ki egy traktor, de azt tudtam már, hogy szeretnék termelni. Akkor ez ilyen, hogy mi ez, learning by doing? Ja, abszolút, igen. Előbb lő, aztán kérdez. Igen. Hát ugye kimentem a földre, ez nekem alapvetően ugye, milyen rendszerekkel foglalkoztam, így alapvetően én a rendszer oldalára indultam el, hogy mit szeretnék látni. Alapvetően a koncepcióm az élelmiszerben az volt, hogy helyi, szezonális és minél kevesebb inputtal megtermelt. És amikor megvettem a gazdaságot, akkor kimentem, megnéztem a talajt, ott volt egy széjjel művelt táblarész, ugye az totálisan szerkezet nélkül, vízbefogadásképe nélkül, humusz nélkül, tehát olyan, aminek tisztességes gazdasági föld kinéz itt Magyarországon. Mellette volt egy lucernás, ami már kicsit morzsalékosabb volt, már szerkezetesebb, de igazából vadlegelő volt, tehát egy erdő közepén volt az egész gazdaság, úgyhogy sejthettem, hogy miért én vehettem meg azt a területet. És viszont volt egy vadászles, ami ott ilyen iszonyat gyomtenger volt, és ott az elején kívül finom erdőillatú, morzsalékos, humuszba gazdag, tehát amilyennek lenni kell a talaj. És abban a pillanatban tudtam, na én azt a minőséget szeretném látni a földemen, ami ott van. És ugye innen kezdtem azt, hogy oké, milyen módon tudom elérni, elindultam az ökó felé, elindultam a permakultúra felé, az összes ilyen divatos címke felé, és akkor utána mindegyikben megnéztem, elmentem személyesen, föltérképeztem, mit csinál, hogy csinál, mi az eredménye, persze a gazdasági eredménye is. Ez időben mikor volt? Hát ez még a 10 és 12 között körülbelül. És utána jött az, hogy valamelyik ilyen amerikai cikkbe olvastam a Gabe Brownról, és az ő rendszer viszont úgy tűnt, hogy az életképes. Mert az összes többi ilyen agroökológia, ökó, stb. Ez egy totál ilyen életképtelen műfajnak tűnt. Hát ilyen mikromanagement, vagy ilyen piciben működik, pár hektáron maximum, és akkor Nem, ökóban működik akár 20 ezer hektáron, és hát a Kanadában irgalmatlan méretű ökológiailag tanúsított gazdaságok vannak, hát de nem tudom, milyen ökológiai értéke van. Ökológiai érték az nincs, de tanúsítás az van. És ugye nekem viszont az nagyon fontos volt, hogy az a talaj minőség, mert hogy az élő talaj tud alapvetően olyan táplálékot biztosítani, ahol ugye optimális a növényeknek a tápanyag felvétele, stb. A robosztusabbak, jobbak gyakorlatilag az összes kondíciójuk ahhoz, hogy egy jó minőségű termés keletkezzen. És ugye én erre koncentráltam, hogy a talaj legyen a központ. Ez a Gabe Brown könyv, amit mondasz, ez a Porból élet? Hát az a Porból élet, de akkor még nem volt könyv, tehát akkor az Ekroz magazinban olvastam egy cikket tőle, az ja, ott az első, és akkor az alapján indultam le ebbe az irányba.
De hát ugye 2014-re azért már eléggé erősen körvonalazott ott nekem az egész rendszerem, hogy dolgozok. Már 12-ben már ilyen nagyon komplex takarónövényekkel dolgoztam, úgyhogy az első no-till vetőgépet már akkor megcsináltam, ilyen kis gazdaságit, saját prototípust. Ugye nem, saját gazdaságméretemben nem volt a piacon. De várj, ne rohanjunk, az mit jelent, hogy megcsináltam? Jó, hát ezt úgy, hogy szintén ugye megkerestem azt, hogy mi az a legegyszerűbb, legolcsóban elérhető vetőgép típus, ami alkalmas volna kis gazdasági méretben leskálázni, és azt behoztam Kanadából az alkatrészeket, és egy géplakatossal összeállítottam egy olyan direkt vetőgépet, ami alkalmas volt már erre a tevékenységre. Úgyhogy ebből kerekedett ki a később ez a RAD vetőgép, ami ugye egy erre vissza fogunk térni, mert erre kíváncsiak vagyunk, viszont előtte még egy pár fogalmat tisztázni kellene akkor. Alapvetően most a no-tillről lesz szó, aminek az egész alap koncepciója az a forgatás nélküliség. Juj. Nem? Nem? Juj. Nem így indulunk el? Hát a no-till az no-till, az direktvetés. Tehát ott nincs semmiféle forgatás nélkül, tehát ott nincs talajmunkat, ugye ezért no-till a no-till. Az a baj, hogy ezt nagyon sokan keverik folyamatosan. Tehát hogy a forgatás nélkül az általában a no-tillnek minősül, nem az. Tehát az igaz, hogy a forgatás nélkül már egy fokkal jobb, mint a szokásos szántásos technológia. Miért? Akár a... Bocsánat, igen? Itt ez föl volt írva a script, de hogy ezt mindenképpen kérdezzük meg, hogy mi a baj a forgatással? Főleg hát... úgy, hogy hát ugye van egy ilyen, hogyha valaki elképzel maga előtt egy időskálát, akkor a gízai piramisok és Kleopátra között egyébként több időt telt el, mint Kleopátra és mi közöttünk. És, tehát már, és már az egyiptomiak is szántottak. És akkor most eddig mindenki hülye volt, csak most vagyunk helikopterek? Hát... Nem, csak az egyiptomiak szántottak. Már régen, sokkal régebben az egyiptomiak előtt szántottak. Tehát a legelső nagy eróziós üledékek a tavakban olyan időszámításunk előtt 12 000-ben jelentek meg. Azért. Tehát már 12 000 évvel ezelőtt elszántották a fenébe a termőföldeket. Azokkal az egyszerű kis kultivátorszerű eszközökkel. Mert ugye alapvetően az van az emberek fejében, hogy régóta szántunk. De amivel dolgoztak abban azokban az időszakokban, tehát korai neolitikumban, ott ilyen fából tákolt, vagy agancsból tákolt, esetleg már bronzzal fölélezett, kultivátorszerű objektumokkal dolgoztak, ez az árdokkal, amiknek kb. 4 cm széles pengéje volt gyakorlatilag egy kultivátorkése. Most az nálunk már az is egy minimum művelés, ugye egy 4 cm kultivátor kapok szélesség, tehát ezekkel az eszközökkel dolgoztak állati erővel, és mégis 2-3 méter termékeny talajt erodáltak el közel-keleten. Először ugye a gyepeket bontották föl, ahol a könnyebb művelésű homokos lősztalajok voltak, azokat vették először művelésbe, és azokat a területeket gyakorlatilag 4-5-ször megjárták azért, hogy föltörjék róla a gyepet, akkor még nem volt ugye gyom az elején különösebben, mert alapvetően gabonákat termesztettek, amik aránylag jó gyomanyagú képességűek, akár az alakor, akár az árpa korai ősei. Úgyhogy ezek voltak az első kultúrnövények, de ez a talajmunka, ez a rendkívül kevéssé intenzív talajmunka is már alkalmas volt arra, hogy úgy, hogy porviharok keletkeztek, iszaplavinák, és erodálták a felébe a termőföldet. Tehát találtak Jordániában olyan építészeti emlékeket, hogy a háznak a küszöbek 2-3 méter között volt fölakadva a sziklák között. Tehát annyi termőtalaj ment el ezekről a domboltalakról. Tehát ez a baj csak a szántással. Na jó, de azt pont megnéztem egyébként a Faustat szerint, jelen pillanatban is az emberiségnek, az emberi populációnak az 50%-a jelen pillanatban az agráriumban dolgozik. És valószínűleg ennél kevesebb sose volt, tehát ennél csak több volt. Tehát ha belegondolok abba, hogy hány milliárd embernek hány millió munkaórája van benne, hát szerintem év milliókat töltöttünk eddig azzal, hogy szántunk. Igen, tehát pont annyi időt töltöttük el, az, hogy tönkretettük az erőforrásokat. Tehát azt, hogy most a mediterránumon, ahogy kinéz most jelenleg, ugye a görög kopárok, a lezerodált olasz hegyek, az mindennek az eredménye. Ja, tehát az Ostia az valamikor az a tengerparton helyezkedett el Róma mellett. Most kb. 5 kilométerre van. Az plusz 5 kilométer az erodált termőföldből keletkezett pluszba. Ja, a rómaiak az egy újabb szintre vitték az árdokat. Őnek megjelent már az ilyen nagyobb, ilyen vaslemezes ekék, amik már tényleg képesek voltak, nehezebb földek föltörésére is. Tehát ők már művelésbe vonták az erdőket is. Korábban azért alapvetően az ilyen füves fás cseppéket bontották föl, de ugye minél jobban emelkedett az igény a táplálékra, annál jobban mentek fel a hegyeken, mentek fel a dombokon, és erodálták el azt is. Hallottam valami ilyesmit, hogy a mai Izrael területe is egyébként egy ilyen tök jó, ilyen kis erdős, ligetes terület volt, csak a ilyen csata, nem tudom, szerszámokhoz a rómaiak írtották ki a fákat, és hát azért ilyen félsivatag jelen pillanatban a dolog. Ez abszolút, ez az egész. Tehát ha elindulunk a sumérektől, és jövünk szépen el nyugatra, gyakorlatilag ahol végigment az emberiség, végigment a mezőgazdaság története, az mindenhol ugyanezzel bevégződött. 12 ezer év alatt azért volt olyan, hogy bárhol így említettek ilyen no-tillhez hasonló dolgot? Nem tudtak említeni, mert a gyomkontroll az nem volt gyomirtójuk. Aha. Tehát az egy nagyon komoly fogyatékossága a rendszernek, vagy hát nem fogyatékossága, inkább mondjuk az, hogy egy eleme. Tehát kémiai kontroll nélkül az aránylag nehéz notélezni. Itt ezt ide egy felkiáltó jelet tegyünk. Igen.
Bár hogy akkor ugye merül fel a kérdés, tehát hogy így vezettem volna ki, hogy hát ha ennyi millió munkaórát beleöltünk abba, hogy a talajt forgatjuk, és azért hát most már vannak esetleg fölösleges energiáink, de hát azért régen nem annyira volt, hogy akkor mi a faszért csináltuk ezt, hogy ha ennyire teljesen fölösleges, de hát akkor hiányzott egy fontos elem. Pontosan hiányzott egy fontos elem, mert egyébként a mechanikai gyomkontroll az, ami végigvitte az emberiséget a termesztés technológiába. Most is próbálkoznak nyilván azzal, hogy mikor no-till-be becsempészik mondjuk a legeltetést, takarmánytermelést a vetésforkóba, ott már meg lehet csinálni bizonyos éveket úgy, hogy mondjuk gyomirtok nélkül kezeljük a dolgot. Már ugye szenásnak elviszik az anyagot róla, utána már még gabonát be lehet vetni, mondjuk egy rost, vagy egy jobb nyomóképességű búzát, és akkor az, hogy nagyjából megúszok a történetet. De akkor utána megint jön újabb pillangós takarmány, tehát ugye egy aránylag zárt és nagyon limitált vetésforgóról beszélünk egy ilyen esetben. Tehát ez a organikus no-tillnek hívható dolog, de ez rendkívül limitált. Ott, ahol tényleg teljes vetésforgóval dolgozunk, változatos növényekkel, ott azért nem nagyon lehet megúszni azt, hogy az ember valami varázsszerre kineüsse a gyomokat a rendszerből. Valamiért nekem ez nagyon ilyen vegyszermentessel volt összekapcsolódva ez a dolog, de akkor nem az. Hát, hogyha megnézed az ökológiát, tehát hol van ott olyan, hogy egy csupasz talajfelületen nem nő növény. Persze. Tehát még ha egy hengeret rost csinálok, pont most írtam a mezőírbelről egy ilyen takarásos technológiáról egy cikket, ha még egy hengeret rost is csinálok, az sem 100%-os takarás. Hiába egy fejigérő állományt hengerelek le, de ott is lesznek pici rések, amelyeken vagy mondjuk egy évvel, mint egy szulák például át tud törni, gond nélkül, vagy egy aszat, vagy pedig bármelyik szélviharral a biogazdálkodó földjéről átfújja az aszatnak az érett magjait a rendszerbe a szél, és már is megtelepszik ott. Tehát én nehezen tudok olyan rendszert elképzelni, ha csak nem a sivatag közepén, ahol gyomkontroll nélkül lehet termelni. Most azon gondolkodom, hogy ha viszont nincsen, mármint hogy van növényvédőszer felhasználás, tehát a legtőkeerősebb vállalatoknak tulajdonképpen nem sérülnek az érdekei, egyébként meg sokkal kevesebb gázolajat kell felhasználni, meg sokkal kevesebb élő munkaerő, sokkal kevesebb traktoros munka, akkor miért nem csináljuk ezt mindig? Hát azt azért nem mondanám, hogy nem sérülnek azok az érdekek. Ugyanis ugye én alapvetően a no-till az csak egy eszköz abból a regeneratív keretrendszerből, amivel én dolgozok, de mondjuk a 6 alapelv közül abból csak az egyik. És itt az alapelvek között azért ott van az input csökkentés is. És a között pedig a minden input csökkentése szerepel. Tehát ahogy keltjük egyre jobban életre a talajt, szerkezetesítjük, megjelenik a talaj táplálékhálózatából a föltáródó tápanyagok a növények számára, amik akár egy 10 tonnás kukoricánk is már képesek tápanyagot adni bármiféle input nélkül, akkor gyakorlatilag nekünk azért úgy a rovarírtók költsége, úgy a gyomírtók költsége, vagy akármilyen egyéb cidnek a költsége, az drasztikusan lecsökken. Sőt, hát most is használunk olyan technológiákat már, ahol fele harmadára lehúzzuk a növényvédőszer hatóanyagok mennyiségét. Mert hogy vízkezeléssel ugye keménységét megszüntetjük a víznek, a pH-t beállítjuk a megfelelő permetező szerhez. Hát ennek ugye megvan a technológiai tudora, aki ezt összeállítja nekünk. Annyi, hogy ugye, ahogy mondtad, tehát nem sérülnek érdekek, és hogy kevesebb munka erő effektív kell. Viszont ahogy itt ezeket beszéljük most, itt viszont a potméter meg csúszik fel egyre jobban a szakértelemnél. Tehát az, hogy ezt nem lehet csak úgy csinálgatni, hogy tehát ehhez nagyon komoly talajerőgazdálkodás, nagyon komoly agrotechnikai tudás kell, nagyon komoly növényvédelmi tudás kell, hogy mikor van az a pont, amikor viszont bele kell, hogy nyúljak már, mert muszáj. Szóval ez szerintem majd rá is fogunk erre térni, de amikor egyeztettünk, akkor kifejezetten volt róla szó, hogy itt a tájékoztatás nagyon fontos eleme annak, hogy ez elterjedhessen. Mert nincs szakértelem. Itt a tájékoztatásban, én ugye amióta csinálom, azóta én folyamatosan tanulok. Tehát napi 2-3 órákat azzal foglalkozok, hogy mindig keresem az újabb kutatási anyagokat, ami megerősíteti valamelyik oldalt, ahol még esetleg hiányos, vagy minden egyes válasz még kelt, vagy 3 vagy 4 újabb kérdés. Tehát ugye amire szintén keresjük a választ. Tehát én azt mondom, hogy azért aránylag sokat foglalkozok ezzel folyamatosan. Viszont azt is tisztán látom, hogy úgy az oktatási intézmények, úgy a kereskedők nem különösebben lelkesednek ezért a műfajért. Hiába kínáljuk tálcán gyakorlatilag a kutatók számára is a területeket, hogy gyertek, nézzétek meg, tanulmányozzátok, segítsetek nekünk is egy picit, hogy a kutatási oldalról hogy tudjátok megerősíteni azokat a folyamatokat, amiket csinálunk, ugye a szerkezetesedés, a szénmegkötés, stb. Tehát az összes olyan dolog, ami segíthet a termékenységben, meg a jobb vízgazdálkodásba, hát nem tolonganak. Ugye ez egyrésztről. Másik pedig hát a kereskedők, mondjuk az input kereskedők egyértelműen ellen érdekeltek ebbe a folyamatba. Mert gyakorlatilag mi tényleg lehúzzuk az összes igényt, ami egy normális gazdaságban megjelenik. Tehát egy optimális helyzetben van egy szemenkénti vetőnk, van egy gabonavetőgépünk, meg van egy permetezőnk. És akkor ezzel le van tudva az egész szezon. Mondtad, Laci, hogy a szaktudásnak a jelentőség az fölértékelődik.
illetve az egész folyamat nem lesz egy kicsit olyan sziszi-fuszi? Tehát, hogy ugye elvileg a mezőgazdaság, nagyipari mezőgazdaságnak az egyik ilyen erőssége vagy gyengesége, hát ki honnan nézi, ugye, hogy nagyjából homogén területekkel, nagyjából homogén genetikai állománya, igény szerint azért igyekszünk ezekkel dolgozni, és akkor faltól falig, vagy saroktól sarokig lehet ezeket a területeket kezelni. Itt viszont egy picit azt érzem, hogy vagyis mondjam, sokkal jobban kell ismerni a területet, egyetlen a talajtípusunkat, nem feltétlenül azokat a fajtákat, gabonákat kell termeszteni, amiket egyébként most termesztünk. Tehát nem tudom, például egy jelenlegi modern búza vetőmag az egyébként kicsirázik egy ilyen nem kezelt földből? Hát ez nagyon jó kérdés, de elképesztő egyébként, hogy mennyire érdekes kérdést ezzel föl. Ilyen nem, én nem találkoztam. Tehát sok más tévhittel igen, de ezzel még nem. Szóval ugye feltételezed ezt, hogy nyilván egy másfajta környezetet igényel, ugye ez a művelés. Hát semmennyire. Tehát semmennyire nem igényel semmiféle különbséget. Annyit, hogy nyilván valóban jobban kell ismerni a talajunkat, jobban odafigyelünk a növények alapvetően tápanyagháztartására, vagy tápanyaggazdálkodására. Én hoztam be 19-ben ide az országba a növényedvonalizist is, hogy gyakorlatilag kvázi vérvétellel nézzük a növényeknek a tápanyagfelvételét, és próbáljuk korrigálni az összes olyan mikroelem eltérést, ami esetleg nem optimális. Ez műtrágyával? Hát a lomtrágyával, valamilyennel. Hmm. Valami nagy koncentrációval, de hát azt mondom, hogyha most például egy molibdén hiányom van, akkor nem egy ilyen 4 gram per literes lomtrágyát teszünk ki rá, hanem arra kirüppül azért 200-300 gram molibdén hatóanyag a táblára. Tehát itt már megint ugye egy szűk keresztmetszetünk van, hogy a piacon aránylag kevés olyan hatékony lomtrágya található, ami nem ez a ártani nem használ kategória. De alapvetően itt magában az, hogy milyen technológiával dolgozunk, milyen növényekkel dolgozunk, minimális az eltérés a tradicionális technológiához képest, mivel hogy ha megnézitek, alapvetően világszerte, Alaszkától Ausztráliáig, tehát mindenhol drasztikusan halad előre a csökkentett művelés és a no-till-nak a mennyisége. Tehát most a utolsó felmérések szerint nagyjából olyan 205 millió hektár körül van a no-till területek mérete világszerte. Azért az már nem egy olyan elhanyagolható semmiség. És a nagy gabona exportőrök, különösen a kukorica, a szója, a búza exportőrök, ezek már a jelentős része ezzel a technológiával dolgozik. Úgyhogy mondjuk fél napig megy egy irányba a traktor akkor a táblába. Tehát ilyesmi korlátok nincsenek a történetben. Hogy most területméret, vagy most fasorok kellenek, vagy egyéb ilyen csicsa dolgok. Viszont a fajtáknak a fejlődés a no-till környezetbe azért eltérő. Tehát jó pár olyan kukorica fajta tesztet is csináltunk, ahol ugye ott voltak a húzóhibridek, amikkel ugye megcsinálják a 15-16 tonnákat, meg ott voltak a klasszikusok, és akkor ezek közül ugye válogatva kiderült, hogy ezek 2-3 tonna különbséget tudnak ebbe a környezetbe elérni a növények, viszont meglepőbb onnan nem pont a húzóhibridek nyernek ezekbe a történetekbe. Csak azért, hogy én egyrészt én is ezt feltételeztem volna, másrészt, hogy azért hadd védjem meg a mundér becsületét, hogy nagyobb részt a gyógynövényekkel foglalkozom, és hát a növényeknél az szokott lenni a mondás, hogy hát azok azért jók, mert azokat nem kell annyira nagyon művelni, hiszen gyakorlatilag félvad növényekről beszélünk, és hát ugye ebből nőtt ki az a gondolat, hogy hát akkor esetleg az ilyen klasszikusabb, nem tudom, fajok, mint a durum, a tönköly, a alakor, búza, hogy ezek egyébként jobban működnek egy kicsit ilyen spártaibb körülmények között? Hát ezek bármilyen körülmények között működnek. Tehát alapvetően azoknak tényleg most ezeket a régebbi búzafajtákat, mondjuk a durum az nem az, tehát az kifejezetten egy újabb fajta, de mondjuk egy alakor, vagy tönköly, vagy tönke, azoknak kifejezetten ellenjavolt egy termékeny földnek akár megszántása is, mert olyan, annyira érzékenyek a szabad nitrátra, hogy nagyon gyorsan fölborulnak. Tehát ugye nagyon gyorsan gyengévé válik a száruk, és nem állnak meg. Tehát én is csináltam ilyen, hát majdnem 3 tonnás alakort például, de az volt a csúcs, tehát ott akkor már a fél magasságba feküdt az egész tábla. Az is tápanyag nélkül volt, csak a talajművelés hatására annyi tápanyag föltáródott, hogy az már szinte sok volt neki. Nekem most az ütött itt szöget a fejembe, hogyha ugye ez világszinten egyre jobban terjed, és ugye nem mindenhol azok a szabályozások vannak, mint Európában, hogy nem tudom, mennyire utasítja el ez a technológia a GMO-t, de így alapvetően az elgondolásban a GMO az egy nagy segítség lehet itt, nem? Tehát, hogy ugye a vegyszerfelhasználás csökkentése, inputanyagok csökkentése, fajták specializálása, vagy elutasítja a technológiai nagyjából a GMO-t? Abszolút nem, hát a legtöbb ilyen no-till területen GM növényeket termesztenek. Tehát nem, ez nem utasítja el ez a technológia. Ugye ez csak Európában ez a skanzen, hogy semmi ide nem jön be, ami az elmúlt 30 évben fejlődésként elindult. Viszont azért az nagyon nem csökkenti a vegyszerfelhasználást, mert azért ott sem jár mindig együtt a szaktudás azzal, hogy valaki így dolgozik. És hogyha már a 10. éve 3-4-szer kezeli glifozáttal azt az adott növény, mert ugye most éppen a korai herbicid toleránsokat ugye azt abból a körből vették ki,
ott azért ki fognak szeletálódni ugye a herbicid toleráns gyomok is. Úgyhogy nyilván a szerrotációval, hogyha nem figyelnek oda, ugyanaz a probléma. Úgyhogy ezért van most már, hogy ilyen 4-5-ös stekkekkel vannak a növények, azaz a 4-5 gyomirtóra toleránsak már ott tartunk, hogy lehessen rotálni gyakorlatilag a szereket bennük. Ez az, ami a herbicid toleráns vonal. Úgyhogy ezzel már kicsit közelebb állnak a gyakorlathoz, meg a valósághoz, hogy azért ne az legyen, hogy a saját ellenségeinket szaporítjuk a földeken. De én nem látom azt, hogy különösebben emiatt, ezeknek a hiánya miatt nekünk rosszabbak volnának az eredményeink. Nyilván nem fogunk versenyezni egy olyan csúcs amerikai hibriddel, ami képes 40 tonnákat lehozni egy hektárról, de azt mondom, hogy itt sincs semmi szégyenkezni valónk a saját fajtáinkkal, az itteni termesztési körülményekhez képest. Ez azért érdekes, mert nekem volt egy ilyen benyomásom, már Laci is, ugye itt szóba hoztad a vegyszermentességet, meg mit tudom én, hogy azért a no-till is, mint a legtöbb ilyen, nem is tudom, növényvédelben lévő ilyen trendecske, hát azért valami kis ezomezó. Valami kis ezomezó van benne. És most, tehát most megbeszéltük, hogy nem is vegyszermentes termesztésről beszélünk, ráadásul ugye GMO növényeket termesztünk. Itt nem. Hát itt nyilván nem, de hogy alapvetően nem, hogy mondjam, szóval nincsenek ideológikus ellentétek, mondjuk. Tehát bennem valahogy az lenne, hogy ez a no-till, ez valamilyen... Ilyen biodinamikushoz közel álló... Vagy ilyen nagyon sötét zöld, és hogy akkor... Ennek tűnt így elsőbbikre. Nem szántunk, és nem permetezünk, és nem GMO, tehát hogy egy olyan ökológiai gazdálkodás képe rajzolódott ki az én fejembe, amiben még szántani se lehet. Tehát akkor itt elég messze vagyunk. Hát nagyon a lehető legmesszebb kerültünk. Örülök, hogy akkor titeket is tájékoztatott még egy új információról. Abszolút. Hát ugye a no-till az alapvetően csak tényleg egy olyan technológia, amit akkor érdemes bevetni, ha a talajunk már megfelelő porozitással rendelkezik. Tehát én most Nyugat-Magyarországon csinálom a Nestlé beszállítóinak az átállítását ilyen regeneratív technológiákra, aminek része szintén a no-till bevetése is. Van olyan termelőnk már, aki még 3 éve szántott, akkor még azt mondta, hogy ez a mezőgazdaság megcsúfolás, amit mi itt csinálni akarunk. Most már megvette tavasszal a direktvetőgépet, és az első no-till kukoricáját elvetette, ami állományban 2 csöves karnicsövekkel. Tehát, de ott egy jó föltöltött talaj, egy jó gazdának a jó technológiájával készült az a terület. Nyilván a legtöbb no-till-es próbálkozó ugye az elmúlt 20-30 évben itt Magyarországon, vagy akár mondhatjuk többre is, mert a 60-as években már megcsinálták Magyarországon a no-till teszteket, nagyjából az amerikai fejlődéssel egy időben. Tehát akik így csak próbálkoztak, annélkül, hogy megértették volna a lényegét, hogy mikortól lehet no-tillezni, hogyan, milyen körülmények között, azért azok elhasaltak. Tehát nagyon kevesen voltak olyanok, akik, vagy volt olyan, aki a gazdaságát elvesztette. Tehát, hogyha ilyen makacsú nyomta ezt a történetet. Tehát azért nem egy olyan egyszerű történet ez, hogy most eldobjuk az ekét, és akkor hirtelen elkezdünk no-tillezni. Hanem itt azért inkább a biológián van a hangsúly. És ezért is van az, hogy próbálunk minél kevesebb vegyszert használni, és a gombaölőket a rendszerbe, mert ha a gombákat kitoljuk ebből a rendszerből, akkor nem lesz, aki a szenet kösse nekünk. Nem lesz, aki a szármaradványt átalakítsa stabil szénné a rendszerbe. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy okszerűen csökkentsük az inputokat, okszerűen csökkentsük a gombaölők mennyiségét, ugye a kalászvédelmet, stb., mert utána már a környezetnek az ökológiai szolgáltatásai, azáltal, hogy mi egy termékenyebb, egy élőbb talajt hozunk létre, azutána már képes kiváltani ezeket a szereket. Nyilván azért az sem mindegy, hogy milyen fajtát termesztünk, mert most a búzák között is van, amelyik brutálisan érzékeny, akármilyen rozsdabetegségre vagy fuzáriumra, míg másikok meg észre se veszik szinte a fertőzéseket. Tehát én ilyen vegyszermentes búzafajta kísérleteket csináltam az önkinek például éveken keresztül, hogy teljes minimumüveléssel, vagy akár no-till-lel, tehát én már 14-ben no-till búza kísérletet csináltam az önkinek, ökológiai körülmények között. 5 tonnás eredménye. Úgyhogy azért mondom, hogy ez egy abszolút járható technológia, de azért a fajta választásra oda kell figyelni. Tehát a saját fajta teszteknek a szerepe az rendkívül fölértékelődik. Az, hogy megtaláljuk az optimális fajtákat a rendszerben, aminek jó hozama is van, és mellette meg jó alacsonyabb növényvédelmi igénye. Hát ja, de igazából a fajta választásra mindig oda kell figyelni. Tehát most már inkább, most már szinte ott tartok, hogy gyakorlatilag egy olyan integrált növényvédelemről beszélünk, ahol ugye okszerű szerhasználata, fajta választási szempontokat szem előtt tartva dolgozunk, és van egy ilyen speckónak tűnő talajvédelmi eljárás, hogy hát nem szántunk. Nem semmilyen talajművelés nem végzünk. Tehát lazítás ugye, sincs? Nincs semmi. Tehát ez a no-till lényeg, hogy semmiféle talajmunka nincsen. Ugye van az a bizonyos, azt úgy hívjuk, hogy tavaszi no-till, amikor még ősszel valamit vakaróznak a földön, és akkor utána meg tavasszal belehúzzák direktbe, és rendkívül boldogak, mert ugye általában jó termések szoktak akkor lenni az előző évi talajmunka eredményeként még. Na, ezek szoktak utána össze lehasalni. Mert ugye akkor még nincs egy beállt terület alapvetően, tehát ugye alapvetően az, hogy valaki sikeresen no-tillezzen, az egy olyan porózus talajra van szükség, egy olyan vízstabil agregátumokkal ellátott talajra, hogy jobb a felső 7-8 centiméter minimum, amely
nem, ami nem kompresszálódik, ami nem tömörödik, például a vetésnél, hogy nem nyomja össze a vetés vetőároknak a falát, például a vetőtárcsa, és marad nyitva mondjuk egy vetés után. És ugye ez egy olyan fázis, ennek az elérése, ennek a porózus talajnak az elérése, ami változó. Tehát ez, ami a bizonyos átállási időszak, akár 4-5 év, vagy akár lehet, hogy több is, egészen extrém talajokon, de például egy jó csernozomon, egy jó mezőségi fekete talajon, ott akár jó néhány példánk van a Vajdaságból, hogy egyik évben még szántott, másik évben eldobja az ekét, csak már direktvetés, onnantól csak direktvetés, nincsenek a hozamba különbségek. Tehát azok olyan jó mechanikai szerkezetű talajok, meg olyan vastag széntartalommal rendelkeznek, olyan remek talajélettel, hogy ott nem vehető észre nagyon különbség a rendszerben. Azért itt a területalapú támogatás, az nem ez is a no-tillnek, nem? Hogy muszájból mindig minden területet, ami nem is alkalmasra, azt is beszántjuk, azt is bevetjük. Igen, tehát ez egyébként én alapvetően az egész támogatási rendszert jó és egy problémának tartom, de az egész EU területén. Ámen. Ugyanis azok a termelők, ahol nem nagyon van egy támogatás, tehát ők haladnak legjobban előre az innovációval, mert nekik ott centre ki van számolva, hogy hol van a profit. Itt meg gyakorlatilag hátradől, megkapja a támogatást, nem kell itt se gondolkozni, semmit se csinálni. Sőt, hát ugye most már van édesköményünk is. 3 éves kultúra, le se kell aratni, megkapjuk a 500 000 évente, kinek kell dolgozni. Ebben a mikrofonban mondtam, hogy hát igen, az édeskömény ez egy ilyen jó, az a terület alapúnak gyakorlatilag a aranytojás tojó. Mindenkinek van édeskömény, aki számít. Két dolog jutott eszembe, egyrészt tetszik ez a tavaszi no-till, ez olyan, mint amikor a barátnőm mesélte, hogy a nem tudom, valamelyik ismerőse vegetariánus volt egészen addig, míg meg nem éhezett. Igen, ez valami józan vegán, és részegen meg azért jön a hambi. A másik meg, hogy ezt még annól Labant Attila is mondta, hogy az első néhány éve ennek a no-tillnak az egy kemény játék, mert hogy ő is azt hiszem így a forgatásmentesség irányába, a no-tillnek az irányába ment el, és hogy azt mondta, emlékeim szerint, hogy körülbelül 3 évig szokták csinálni az emberek, majd akkor mondják, hogy na jó, ez hülyeség, beszántják a földet, akkor felszabadul egy csomó szén, rekordtermésük lesz, és akkor azt mondják, hogy na jó, hát ez a hülyeséget többet nem foglalkozunk, pedig hogy igazából valahogy olyan 5 évnél, vagy tehát hogy idő kell annak egyszerűen, mire a talaj ezt a szerkezetességet elnyeri. Ilyen mágikus számokat nem mondanék. Tehát inkább az, hogy a gyakorlati tapasztalat szokott egy ilyen 4-5 éves átállási idő, mire azt a szerkezetet megkapjuk. De van, ahol már 3 év alatt, van, ahol már tényleg egy másik évben már szánt, vagy egyik évben szántott, másikban már nótélezik. Tehát hogy tényleg a talajnak az aktuális, azt mondom, én ezt biológiai érettségnek hívom. Tehát, hogy a talaj mennyire szerkezetes, mennyire nem tömörödik le, mennyire nem cserepesedik le. Tehát, hogy a mechanikai szerkezetén mennyire van ezekkel a gömbölyű, vízstabil agregátumokkal teli. Ugyanis, hogyha a felső 7-8 centiben nem tudunk az év bármelyik szakába belenyúlni kézzel, akkor az alkalmatlan még nótira az a terület. Ugye ezért kezdjük azt, hogy a szántás elhagyása az nyilván az első pont, tehát azonnal a mételepre az eke, vagy nem tudom, valakinek adja az ember Egyiptomba, vagy van hasonló helyre, de ezt így be se jusson többet használni azt az eszközt, mert akkor igen, évek munkáját képes tönkretenni utána egy gyenge pillanatban, hogy most berúg a kocsmába, az hazamegy, azt megszántja. Sőt, hát volt olyan kolléga, aki csinálta vagy 2-3 évig, nagyon jó eredményekkel, majd elment nyaralni, és az apja addig felszántotta, hogy gyerekem, hogy néz ki ez a föld. Hát éppen csak meg nem ölték egymást. Igen, ez a hogy néz ki ez a föld, ez ilyen klasszik duma volt nálunk is, ahol ott hagyták a szármaradványokat, hogy nem már. Igen, viszont ugye ahhoz, hogy sikeresen tudjon valaki no-tillezni, ahhoz tényleg ezt a biológiai érettséget kell elérni. Tehát, hogyha egy kitettebb, abszolút szinte homogén szerkezetű vályogról beszélünk, ilyen fully subfrakcióval, aminek se nem zsugoródik semmi, mert egyszer megáll, mint a beton. Tehát azok a legnehezebb földek szinte így a no-tillre átállni, mert ugye nincs benne alapvetően porozitás. Tehát az elején azért próbálunk valamit, talán egy lazításra segítünk, mondjuk a szántásnak a történelmét felszámolni a területen, hogy tényleg az ezeket alap alá lemenjünk, felszakítsuk, de utána el is vetjük azonnal a takarónövény keveréket. Tehát ez egész no-till nem működik biológiai eszközök nélkül, és a biológiai eszközöknek az legfontosabb az a takarónövény használat ebben a rendszerben, mert az képes a pórusokat stabilizálni, meg az, ami után becsalogatja a gilisztákat a területen, ami szintén tonnaszám dolgozza át a talaj és hozza létre a pórus rendszereket. Hát beszélhetünk egy ilyen klasszik átállós rendszert, hogy mondjuk így valaki most eddig, és ne tovább, stalgusztus van, mostantól hogy tudna átállni? Hát most már elkésett, de alapvetően, alapvetően azt szoktam mondani, hogy gabonaaratáson után a legoptimálisabb indulni, mert akkor általában ott van még a szalmánk a földön, azt lehetőleg ne adjuk el erőműbe, ne bálázzuk föl lehetőség szerint, mert szükségünk van szénre. Tehát egy hektárban legalább 14-15 tonna szerves anyagot kéne termelnünk évente ahhoz, hogy ez nyilván a föld feletti, meg a föld alatti biomasszáról beszélek, hogy el tudjon pozitív irányba indulni ez a talaj.
hogyha ez nem teljesül, mint mondjuk egy búza repce vetésváltásnál, hát az a talaj csak romlik lefelé. De hát ezt gondolom jó páran megtapasztalták, akik beálltak ebbe a futószalagba. Tehát nekünk viszont az a célunk, hogy minél több szenet pumpáljunk a talajba, mert az fogja utána életre kelteni a talajéletet, hogyha az alapilis szénnek a mennyisége megnő a talajba. Tehát ilyenkor akkor elindulunk maximum egy ilyen sekély tarlóhántással. Nyilván most idén egy elég erős szalmás év volt, tehát ilyen 30-35 bálás hektárok vannak, tehát ott azért nehéz eldolgozni ezt a szalmát, hogy azt tényleg akkor be kell dolgozni valamennyire a talajba. Csak próbáljuk ezt a mulcs réteget, ezt a mulcsban gazdag réteget megteremteni először a felszínen. Ugye az lesz a meleg ágya az egész biológia szaporodásának. És akkor utána ezt elvetjük az első takarónövénykeveréket, általában én pillangósokat szoktam javasolni, szegletes lednek, lóbab, bükkönyfélék, tavaszi bükköny, pannonbükköny, stb. Olyanok, amik könnyen terminálhatóak, maguktól kifagynak lehetőség szerint, és alapvetően azért még egyelőre a nitrogént lökik a rendszerbe. Mert az egy nagyon szűk keresztmetszet a szén mellett a talajba. És ezeket gyakorlatilag elvetjük. Én az augusztus első két hetét szoktam általában optimális időszaknak tartani, mert utána általában beszokott jönni augusztus 20 környékére egy eső. Idén nyilván teljesen fölborult az időjárási minta, de ez nem egy szokványos év. Hát így az öregekkel beszéltem a környékkel, azt mondták, hogy 66-ban volt utoljára ilyen. Hát ez nem egy gyakori nyári minta, ami most volt, de egy normál évben azért az szokott lenni, hogy augusztus első két hete a vetés, és utána majd rájön az eső. Nyilván nagyon sokan vetjük el ilyen 2-3 centire, hogy az eső tudja kicsit kelteni, mert addigra már nem szokott víz maradni a talajba. És nyilván a tarlókezelés és a vetés között viszont megcsináljuk a gyomkontrollt. Mert most például, hogyha kinéztek így a földekre, az egy katasztrófa, hogy mi van ott. Igen, tehát pont ma voltam. Az, most volt, vannak ezek az új rendeletek, és ez félreértelmezik, és az, hogy nem lehet a tarlóhoz nyúlni, az azt jelenti nekik, hogy magot érlelnek a gyomok, ezt én így nem tudom hova rakni. De nagyon, nem tudom hány 10 000 hektárt láttam most az útközben, ami ott van hagyva már magot hozott gyomokkal, úgyhogy itt cudar 2-3 év fog jönni szerintem itt a területeken. Na mindegy, ez már nem lényeges dolog, de lényeg az, hogy legyen meg a gyomkontroll mindenképp. Az évelők kontrollja kifejezetten, mert azokat azért nehéz felszámolni egy jó vetésforgóból. És utána a takarónövénye utána semmit nem csinálunk tavaszig, hagyjuk, hogy kifagyjon, és valamikor február vége felé arra nézünk, hogy na, akkor mégis mit csinálunk vele. És általában akkor már egy sekély talajmunka elég szokott lenni, mindegy, hogy cukorrépát vetünk, vagy kukoricát, naprát, akármit, akkor már egy nagyon jó szerkezetes talajfelszín szokott kialakulni ezeknek a pillangósoknak a hatására, és utána viszont még mindig végzünk valamilyen talajművelést okszerűen. Tehát én az okszerű talajművelést úgy határozom meg, hogy ássuk meg azt a szelvényt egy 30-ig, legalább 30 centig, és nézzük meg, hogyan néznek ki a talajmorzsák. Tehát mennyire oktaéderesen törik, vagy szögletesen, vagy lemezesen. Tehát ezek egyértelmű talajhibák, amikkel foglalkozni kell, és nézzük meg azt, hogy mennyi már ez a gömbölyű morzsáknak az aránya. Akár kisebb, akár nagyobb, de az fogja nekünk utána adni a további talajfejlődést, hogy minél lejjebb megyünk ezekkel a gömbölyű morzsákkal. És nyilván addig csináljuk ezt a talajművelést, lehetőség szerint minél kevésbé intenzíven, lehetőség szerint kultivátorral, ott is, hogyha mélyebbre megyünk, akkor egészen az ULD kapákig levisszük a zavarást, tehát ilyen másfél-két centis kapa szélességig, tehát hogy éppen csak roppantsunk optimális állapotnál. És a bármi származmány pedig keletkezik a területen, az csak sekélyen, amennyire sekélyen lehet. Hogyha nincs ilyen hatalmas szalma mennyiség, akkor csak egy ultra sekély, abszolút ilyen 5 centis kis művelésről van szó. És akkor utána jön ugye a vetésforgóba. Én például mondjuk egy ilyen gabona után első ilyen csökkentett művelésűre át, vagy napraforgót szoktam tenni a vetésforgóba, vagy nótilbe is az első kezdő növényként, mert az kevésbé érzékeny a talajra. Tehát egy kukoricának azért ott már kell egy porózusabb, jobb indulási környezet, egy napra azért jobban bírja. De alapvetően mondom, az első néhány évben arra törekszek, hogy minél több szerves anyagot termeljek, minél nagyobb mennyiségbe, és az mind sekélyen bedolgozva a talajba. Ez fogja megalapozni, hogy utána minél hamarabb eljussak oda, hogy egy 10 centi mélységig már egy porózus, ilyen könnyen bomló szenes anyagokban gazdag talajon van. És akkor jön az a pont is, amikor elkezdenek betelepülni a gombák a rendszerbe. És itt van az, hogy ugye odafigyelünk arra, hogy ne gombaölőzzünk annyiszor, hogy 3-4 kalászvédelem azért ne legyen már a területen, hanem minimalizáljuk le, amennyire lehet, okszerűen, azt is értelemszerűen. És akkor, amikor elkezdenek ezek a fonalas gombák betelepülni a területre, onnantól várható már, hogy elindul a szénnek a stabilizálása a talajba, elindulnak a nagyobb morzsaképződések, és akkor innentől már szabad a pályánk a nótil felé. Nyilván egy homoktalajon más dinamikája van ennek a történetnek, egy nagyon durva kötött 65-70-es kötöttségű földön második dinamikája, de maga nagyjából ezzel a recepttel megyünk előre. Na pont ez lett volna a kérdésem, hogy hát ez egy talajtípusból, meg növényből, meg kultúrából is, hát azért van egy pár is, hogyha a talajtípusokat összeszorozzuk a növényekkel, és a növényeket a művelési rendszerekkel, akkor egy olyan számot kapunk, amit én már ki sem tudok mondani. Szóval sokféle... Nem kell annyira permutálni ezt a sztorit, tehát... Sokféle kombináció van, és hogy mindeközben a nem szántás az egyféle kezelés. Most ez mindenre jó? Hát én erre azt tudnám mondani, hogy ugye Magyarországon is van egy bizonyos talajváltozatosság.
De hogyha megnézzük azt, hogy Új-Zélandtól Alaszkáig hányfajta talaj van még a rendszerben, aminek itt hírét, hanvát nem hallottuk itt Magyarországon, és mindegyiken működik. Tehát ez a rendszer. Tehát az a keretrendszer, amivel mi dolgozunk, ugye a regeneratív mezőgazdaságnak ezek az alapelvei, azok számítanak. Tehát, hogyha azokat az alapelveket betartjuk, akkor lehet egy gyomaendrődi totálkötött rizsföld, lehet egy szikes vásárhelyi pusztai föld, lehet egy zalai savanyú agyag, tök mindegy. A rendszer az, hogy az a kémiai, fizikai, biológiai javítás, amit végzünk ezen a tevékenységet, mindig ugyanabba az irányba viszi a folyamatot. Tehát akkor nincs is, hogy mondjuk egy talajtípus kiesik? Tehát, hogyha te nótillás vagy, milyen talajod van? Kecskemét, homok, izé, vége van, kész. Hát akkor ezen inkább ne. Abszolút nem. Abszolút sőt, pont, valószínűleg ott pont javít elég sokat. Hát a homokon kifejezetten, mert ugye ott minden egyes művelés, az kifejezetten egy nagyon aprózó, szénvesztő tevékenység, míg ezzel gyakorlatilag ott hagyjuk a felszínen a védelmet, már a vízgazdálkodása megváltozik annak a talajnak, akkor az az állandó mulcs hagyás, ugye az kifejezetten abban is segít, új a párolgás csökkenti, új a vízbefogadás segíti, mert lelassítja az infiltrációt a rendszerbe, és hát mellette meg a szenet szaporítja masszívan. Tehát most nekem az első cikkeim egyik az például pont egy ilyen ausztrál átállásról szólt, meg technológiáról, 200 mm alatti csapadékkal dolgoznak. Uff. És gond nélkül termesztik a növényeket. Mert ezzel a technológiával meg tudták fogni az olyan eróziós, vagy egy szélerózós károkat is, ahol mondjuk a repce alól kifújt, vagy 20 centi földet egy vihar. Vagy a homokot pontosabban. Úgyhogy azért mondom, hogy ez kifejezetten a szélsőséges területeken segít nagyon sokat. Most nagyon kötött területek azok olyanok, hogy ott azért a kapások előtt azért még benne marad mondjuk a sárművelés a rendszerbe. Ahol a tényleg magasabb hozamokra törekszik az ember. Strip-till. Igen, igaz, a sárműveléses. A strip-till a sárművelés. Ugyanis most van egy egyesületi tagunk például Gyomaendrődön, ott 65-70-es kötöttségű földekbe dolgozik. De már ő is csinált 3 tonna, bőven 3 tonna fölötti no-till napra forgókat abban a rendszerbe ezzel a technológiával. De nyilván, hogyha masszívabb hozamokra megyek, azért belelazít azért egy sárművelésre a területbe, de ott is ott van a takarón növények közökbe. Tehát az elemek ott maradnak, sosem marad csupaszon a talajfelszín, hanem mindig egy védett állapota van. Ez most csak egy ilyen ideológiai közbeszúrás, mert ugyanis az jutott most eszembe, hogy beszéltünk, hogy mindig azon, hogy gazdaságilag hogy éri meg, mekkora a bevétel, de hogy ezen felül egyébként a szerencsétlen kis bolygónknak ezzel nagyon jót teszünk. Tehát, hogy egy olyan folyamatot állítunk meg, amivel az emberiség küzd évezredek óta. Tehát ugye most volt ez a baleset is, amikor a homokvihar miatt nem lehetett látni. Ez pont az ilyen dolgok miatt történik. Jó, és hogy én mostanában sokat gondolkoztam ezen, hogy nem lenne szabad az, hogy mindig csak az legyen a fontos, hogy pénz, meg termelés, meg minden, hanem egy kicsit, jó, most somolyogsz, de hogy egyébként gondolni kéne így a jövőre is, mert ez így nem oké. Gondoljunk bele a tavalyi asszályos évbe. 100 évvel ezelőtt egy olyan asszályos évre azt mondták, hogy éhen fogunk halni, nem lesz mit enni. Tavaly kisebbek voltak a profitok, kisebb volt a profit. Bárkinek eszébe jutott, hogy éhen halunk itt Európában? Tehát egy olyan asszályos év, amikor alig esik az eső, annyit tudunk termelni, hogy exportra viszünk ki, akkor el kéne gondolkozni azon, hogy nem-e harapok túl nagyot, és nem tudok visszaadni valamit, és egy kicsit visszaveszek abból, hogy mennyit akarok elvenni. Nem, számomra nem tűnik reális elvárásnak az, hogy azok, akik gazdasági drive-októl vezérelten csinálnak mezőgazdaságot, azok ezen agyaljanak, azok pénzt akarnak. Tehát valójában a kérdés az az, hogy az, aki pénzt akar csinálni a mezőgazdaságból, és hát a legtöbben azért ezzel így vannak, azoknak hogyan lehet ezt egy olyan kis csalivá formálni, hogy hidd el, hogy neked ez még így is jó lesz. Fiai, én alapvetően az a rendszer, én mióta ezt így magamévá tettem, egyértelműen a profitról szól. Tehát azt mondja, hogy mellette vannak környezeti értékei, nyilván, tehát nem lesznek homokviharok, nem csúszik le a domboldal a kukoricával egy kisebb esőnél, tehát ezek egyértelmű előnyök, mert ez eltűnik, tehát nincs több szélerózó, nincs több vízerózió, tehát vége ennek a történetnek. És hogy megnézzük azt, hogy hány milliárdos károkat okoz minden évben itt egy-egy eső után a lefolyó talaj, brutális. Tehát azt gond nélkül meg lehet fogni már ezzel a rendszerrel. Tehát ezek a környezeti előnyök egyike. Akkor a másik az, hogy tényleg, ha most oda nézünk ugye erre a bogár Armageddonra, meg a többire, amit ugye itt óriási problémák vannak, meg madarakkal. Most a Berend Ferinő ugye Somogyba 80-as évek óta nem láttak szalakótát a környéken. De amikor már kivitte legeltetni a marhákat a szántóföldekre, megjelent a szalakóta. Ez csak két probléma volt. Az egyik, hogy utána jöttek az ellenőrök és elzavarták a marhákat a területről, mert ugye a szabályzás szerint nem lehetnek ott, és elment a szalakóta is vele. Úgyhogy gyakorlatilag itt a biodiverzitás, meg a környezetvédelem és a mezőgazdasági összehangolása azért még nem áll valami csúcs szinten. Ugyanis, ha például megnézzük ennek a legelő marháknak a biológiai folyamatokból részvételét, akkor ott voltunk innen,
januárban, amikor forgattuk az egyik ilyen látogatási filmet, és januárban ott voltak a rovarok már az ürülékeken, ezek a legyek. És az már táplálékot jelent a madaraknak, akkor azért az fölszaporodnak szépen. Tehát egy fantasztikus biológiai körforgást elindít a területeken, ahol előtte egy kiaszott sárga somogyi lösz volt. Már az állattartás. Az állattartás integrálása a rendszerbe, de ha csak addig egy szintig jutunk, ugye ez a legmagasabb szint, amikor már sikerül a legeltető állatot is belevonni a rendszerbe. Viszont ha csak megállunk azon a szinten, hogy növénytermesztés, ami nem jött be az állat a rendszerbe, akkor is ebbe a fölhamozódó mulcsba, az állandóan ott lévő növényi maradványok alatt annyi ragadozó rovarra jelenik meg például. Tehát ezek a tipikus, ezek a karabidók, meg az összes többi, ami a petekontrollba óriás szerepük van, a talajlakó lárváknak a kontrolljába, a pókok tömege jelenik meg a táblákon. Tehát az összes olyan rovar megjelenik ebből a ragadozó részlegből, ami viszont nekünk segít például akár egy kukoricabogár kontrolljába is. Mi a helyzet a pocokkal? Ha már itt az állatoknál tartunk. Hát ez a pocok az mindig ökológiai probléma. Tehát én azt mondom, hogy nyilván működik, tehát nyilván egy kevésbé zavart környezetben, különösen amikor száraz telek vannak, jobban át tudnak telelni, akkor nyilván az egy sokkal optimálisabb terület számukra, ahol mindig ott van a friss táplálék, ott a friss zöld anyag, az egy remek hely. De hogyha megnézzük az utóbbi éveknek a nagy gradációit, azért nem no-till-es területeken történtek, hanem a békési nagy szántásokban. Ez igaz. Úgyhogy alapvetően a nagy táblák a probléma, és a kiirtott kis ragadozók, illetve a ragadozó madarak hiánya. Mondom, az erdősávoknak a hiánya. Hát az inkább a pockokat szaporítja, de alapvetően, mert ugye, hogyha egy jó szántás után is onnan települnek vissza. Uh-huh. Úgyhogy ez az erdősávok, ez egy érdekes történet, mert itt a porviharnál is mindenki elkezdte kiemelni, hogy hú, hát hogyha volna erdősáv, akkor nem volna porvihar. Ez hülyeség. Tehát a mérések alapján körülbelül a fasor magassága jelenik meg kontrollba utána a föld felé, ha optimális szögben van. Nyilván csak, hogy ahonnan érkezik a szél, és a mérések szerint kb. 100 méterre már semmiféle hatása nincs egy fasornak a talajfelszín védelmére. Tehát senki nem dolgozik akkor a táblákon. Pontosabban csak kevesen. És tehát azért mondom, a pocok az alapvetően ökológiai probléma, a hiányzó tápláléklánc, de hiányzik a táplálékláncból a fölöttes részleg. Most az egyik egyesületi kollégánk Makó mellett csinált egy olyan kísérletet a madárvédelmiekkel, hogy teliszórta ilyen madárlakó teleppel a földjeit. Azaz ilyen nagy póznákra föltűzött fészkelőládákkal, és én először, amikor láttam, én azt mondtam, nincs az épelmélyű madár, aki beköltözik így a föld közepén egy ilyen dobozba, beköltöztek. Tehát meg a vércsék, ővek, minden, elfoglalták a helyeket. Ragadozódukkal. Igen, és ugye itt az éjszakai nappali ragadozók, mert a pockok is éjszaka jobban mozognak, mint nappal. Tehát ugye például baglyokat beköltöztetni területre szuperül működik, sokkal inkább beköltöznek egy ilyen földön levert póznára kirakott dobozba, mint a fasorba. Gondolom, nekik is kényelmes, hogy belátja a területet, ott van a kaja. Igen, hát a terített asztal közepén van. Igen, igen, gyakorlatilag. Nálunk, ahol én dolgozok, ott volt egy ilyen innoválás, nem pocok ellen, de az is egy érdekes dolog volt, hogy azt csináltuk, hogy téfákra helyeztünk rá B-típusú cinegeódukat, és akkor az volt az elmélet, hogy hát akkor a téfára rászáll az egerészőév, és közben ez a pózna tulajdonképpen platformként szolgál arra, hogy a B-típusú ódukban is madarak költsenek, amik aztán az apró rovarokat meg összeszedik. És hát volt némi szkepszis azzal kapcsolatban, hogy nem fogják ezek egymásra vonni, és egyébként tök jól működik. Tehát, hogy semmiféle zavarás nincsen, az egerészőév nem nagyon szakodik a cinegével, a cinegét meg nem érdekli az egerészőjével, maximum elkerülik egymást, szóval néha egészen furcsa dolgok tudnak működni. Egyébként egyszer a fekete technológián osztottam meg szerintem Facebookon valami pocokkal kapcsolatos kérdést, és akkor küldtél nekem egy YouTube videót, ukrán nyelvűt azt hiszem. Aha, igen, igen, és hogy ott csináltak valamit, hogy tényleg kirakták ilyen póznákra a sima vércsaudukat, vércsaládákat, és hogy elvileg jöttek, csak aztán én elküldtem a videót az oroszul tudó ismerősömnek, hogy mondjam, hogy mi van benne. Ő pedig elmondta nekem, hogy az orosz nyelv és az ukrán nyelv az nem ugyanaz, úgyhogy... Hát igen, most pláne világossá vált mindenki számára. Most már készült magyar nyelvű is, tehát most már van magyar nyelvű, akkor átküldöm azt az egyszerűbb érthetőség kedvéért. Nagyon jól működik egyébként ez a kontroll is. Tehát őneki azért 1000-valahány száz hektárja van, aránylag nagy táblákkal ott a körös mellett, és ezek gyönyörűen takarítják a területét. Na. Hogy ez teljesen jól működik. Ezért mondom, ökológiát engedni kell, hogy teret kapjon, különösen ezek a ragadozók. Kis ragadozók volnak a legjobbak, mert a rókák azok gyönyörűen tisztán tartanak egész nagy területeket. Csak hát ezeket ugye... meg lőni kell. Amúgy én nagyon haragszok, ezért nálunk nyúl probléma van mindig a faiskolába, és lövik a rókákat a környéken, mert ugye a vadászoknak lőni kell a rókát. Úgyhogy sajnos ez van. Igen, tehát ezért mondom, hogy tehát valóban az érintetlen területekre sokkal szívesebben nyilván beköltöznek, de hogyha ennek van egy megfelelő keretrendszere, ahol biztosítjuk a fölöttes fogyasztókat is, akkor nem lesz az a probléma. Hát nekem is például, amikor az Alföldön dolgoztam,
ott is az volt, a mélyszántás után két hétre a vetésre, két hétre már ott voltak a pocokvárak a földbe. Tehát oké, valamennyi ritkít rajtuk, meg jönnek a sirályok, jönnek a gólyák, akárki a képen arra jár, de alapvetően visszaköltöznek. Tehát, hogyha ott van a maga földbe, különösen beszántva ugye az előző gyommagok, akármit, ott lesznek. Tehát nem fognak elmenni. De és egy gradációs görbét a ragadozó madarak annyira karban tudnak tartani, mert én... A görbét már nem. Előtte kell rendbe tartani. Tehát mert hogyha folyamatosan ott van az a kontroll a területen, akkor már nem tud megindulni a gradáció. Igen. Aha. Mert csak úgy tud megindulni, hogyha a figyelmen kívül hagyjuk, és teret adunk nekik, ahhoz, hogy jobban föl tudjanak szaporodni. Nyilván egy száraz, ez a száraz tél, száraz ősz, tehát száraz tavasz. Tehát ezek azok a kritikus pontok, ami nyilván egy jobb kondíciót biztosít az állatoknak a következő évre, de hogyha ott is állandó a ragadozók jelenléte, azért nem tud annyira elszabadulni a pokol. Két dolog van még, ami így útközben ütötte meg a fülemet, és akkor most így egyszerre rázúdítom őket. Az egyik az, hogy mondtad, hogy a talajnak a széntartalma, meg ugye ez az, amit mondtam, hogy a Attila is mondta múltkor, hogy egyébként ilyesmi, hogy széntrágyázás, ilyenről egyáltalán van. Az mi? Hát azért kérdezem, mert hogy hát akkor logikusnak tűnhet, hogy akkor trágyáz, hát szén kell a talajba, akkor trágyázunk szénnel, hogy ez nem tudom, gyorsítaná a folyamatokat. Ja, itt azért másról van szó, tehát kötésbe kell, hogy legyen. Szerves szén. Tehát igen, tehát elindult egy ilyen vonal, hogy akkor csináljunk bioszenet, azt akkor majd ledaráljuk az erdőket, elszenesítjük, és akkor beszóljuk a földbe, és akkor milyen jó lesz majd nekünk. Nem, ez egy hülyeség. Tehát nem inert szénre van szükség a talajban, hanem szerves szénre, amit föl tud venni a talajélet. Annak pedig egész egyszerűen a fotoszintézis az alapja. Tehát ugye minden egyes növény, amikor fotoszintetizál, akkor nagyjából a fotoszintézis termékeknek ugye 30-40%-at letolja a talajba minden egyes nap. Elsőbb a egyszerű cukrokat, stb. Azért, hogy pont azokat a baktériumokat legeltesse ott a hajszálgyökerek végén, ahogy tolja ki magából ezeket a folyadékokat, és azok meg cserébe szolgáltatják, vagy hát nem csak baktériumot, tehát ugye amikor ez a gombákat is, ha már véletlenül olyan a talajunk, tehát nagyon komolyan tápanyagot biztosítanak egymás számukra, számára, mert ugye most egy mikorriza alapvetően a szenet a növénytől kapja meg ebből a gyökérváladékból. És ezért cserébe ő viszont irgalmatlan tempóba tolja vissza azt a tápanyagot, amire viszont szüksége van a növénynek. Tehát nagyon jó kísérleteket csináltak ilyen mikroszondákkal arra, hogy ha például kiad a növény egy olyan impulzust, vagy jelet a mikorrizzának, hogy most neki például kálciumra van szüksége. 2 másodpercen belül ott volt a gyökérbe a kálcium. Tehát irgalmatlan hatékonysága zajlik ez a kölcsönös egymás utaltság, viszont nyilván egy mikorrizza is nem fog beköltözni egy művelt talajba. Tehát az, hogyha be is költözik, nem tud olyan hálózatot kialakítani, ahol hozzáférjen mindahhoz, amire szükség van. De egyébként ők a tömör gránitom is képesek átfúrni magukat, tehát nagyon jó mikroszkópos képeket láttam, hogy ilyen hifányi lukakat képesek még a tömör gránitba is kioldani azok a savakkal, meg egyéb anyagokkal, amit termelnek. Wow. Tehát brutális tápanyagfeltárók. De ehhez be kell őket költöztetni egy műveletlen, békén hagyott területre, ahol optimális a kondíciók. Tehát a széntrágyázás az innen indul. Tehát egy bizonyos része, a humuszképződésnek a jelentős része az nem a trágyából van, sőt, tehát abból szinte semmi nincsen, vagy a beszántott növényi maradványokból, hanem a növények által kibocsátott gyökérváladékokból. Ezért van az, hogy például a legelőknek, vagy az érintetlen ökoszisztémáknak hatalmas széntartalmú talaja vannak. De hogy évről évre épül egymásra egyre sűrűbb gyökérzet, egymer mélyebbre, azok mind viszik lefele ugye a szenet a talajba, meg azt az életközösséget is stabilizálja a szenet a talajba. Tehát például a humusz tartalomnak ugye 30% az glomalin, ami amikorizzáknak ugye a hifából ott maradó stabil szénvegyület. Glomalin. Ezt 96-ban izolálták a talajból, mert eléggé ellenálló, tehát a savaknak mindennek ellenálló anyag, de ez a 30% a humusznak a glomalin, ami amikorizzáknak a maradványa. Tehát ezeknek kell ott lennie. És ugye ez emellett meg nyilván ott kell lenni az egész életközösségnek, aki egyrészt ezt nem ellélegzi elsősorban, hanem azért valamilyen módon kötésbe viszi például a szármaradványokat. Mert ugye most óriási divat ez a baktériumtrágyázás, meg bontsuk le a szárt olyan gyorsan, hogy ne is vegyük észre. Szóval a baktérium az ellélegzi az élet folyamatai során azt a szén mennyiséget, amit ő lebontott. Tehát ő nem köti meg a talajba. Viszont a gombák, a szaprotróf gombák, azok ugyanúgy ott hagyják a micéliumba. Tehát az a másik része a széngyarapításának az a bizonyos, ha a szárat már a gombák bontják le. Amíg baktérium bontja, addig eltűnik a szén, mondjuk azt, tehát a 80%-a eltűnik a szénnek, amit lebontott. Illetve azt is megfigyeltük már, hogy ha nincs ott már szármaradvány ezeknek a baktériumoknak, és valami véletlen folytán ott maradnak, már azért nem maradnak ott, tehát 2-6 hónap aztán nyomuk nincsen a közösségbe, akkor rárobolnak a labilis szénre a talajba, amire nekünk volna szükséges ahhoz, hogy tovább építsük a talajt. Azaz azt is tönkreteszik a talajba. Ja, azt gondolom, ezek ugye azért nem szoktak megjelenni az újságba, meg a reklámba. Ami még felmerült bennem,
Az előbb ugye két kérdést ígértem, de csak egyet mondtam. A másik, hogy pillangósokkal kapcsolatban nekem az volt idáig a tudásom, hogy ezek az egy-két évig élő pillangósok, ezek valójában nettó nitrogén fogyasztóként vannak jelen a rendszerben, és ezek az évelő lucerna, balta cím, ezek azok, akik aztán egy ponton, amikor elérték a vegetatív testüknek azt a méretét, ami a fajra jellemző, na utána kezdenek nettó nitrogén megkötőként részt venni a rendszerbe. Tehát, hogy ezek az egyévesek egyébként. Ez egy érdekes kérdés, mert amit te mondjuk nettó nitrogén megkötőnek tartasz, mint mondjuk egy több éves lucerna, az szerintem pont a megcsúfolása a nitrogén megkötésnek. De nem tudom, hogy hányszor ástál ki mondjuk két éves lucernát gyökerestől, és néztem meg, hogy hány nitrogénkötő gümű van az oldal gyökereken. Egyetlen egyszer sem. Mert hogy én kiástam már az első évben, amikor elkezdtem dolgozni, mert én is ugye kerestem, hogy milyen növényekkel lehet legjobban gyarapítani a területen a szerves anyagot, nitrogént, egy, stb. És bizony én azt látom, hogy bárki megcáfolhat, tehát nyilván mindenki van ellentéte is, de én a legtöbb helyen azt látom, hogy már a 4-7-es lucerna már masszívan köti a nitrogént. Ott vannak a kis gümök végig egy jó levegős talajból, hogy a telepítés után a gyökereken, viszont már egy másodévesnél már legritkábban találni gümöket a gyökéren. És ez, ha meggondolod a termesztési körülményeket, tehát nem az egy szál lovaska oda kasza fogja elvinni azt a lucernát, és majd villával földobják a kocsira, hanem mi van? Háromszori, négyszeri, vagy esetleg ötszöri kaszálás, az minden alkalommal nehéz traktorral, talajtömörítés, ugye, forgatás, rendrakás, bálázás, szállítás, rakodás, tata, minden. És ez mindegy újabb taposás a felszínen, ami azt jelenti, hogy olyan szinten szünteti meg a levegő áramlását a talajba, egy ilyen felszíni masszív tömörítés, hogy onnantól már nem fog tudni kötni, mert nincs gázáramlás a talajba. Ja, tehát, hogy ezek aerob a bacik, és a sok talajmunka pedig anaerob. Nem. A nitrogénkötők azok kifejezetten anaerobok. Tehát az abszolút, ez nem fakultatív, az szigorúan anaerobok. De a gázcserére szükség van ahhoz, hogy bekerüljön a nitrogén a talajba. És hogyha ezt a porozitást megszüntetjük, akkor nincs egyszerűen utánpótlás. Tehát a légköri nitrogénnel nem találkozik. A légköri nitrogénnel nem találkozik, pontosan. Világos. Tehát mert gyakorlatilag a lucerna le fog menni akár 10-12 méter mélyre is, hogy ameddig le tud menni a talajvízig, de már nitrogén nem fog kötni, csak fölhozza maximum azt, ami kimosódott nitrogén. És ez egy nagy különbség. Tehát viszont ebben a rendszerben, hogy mi használjuk a pillangóskat, nyilván, hogy megy magra, az nyilván az nettó, ebbe elmegy a nitrogén a területről, mert elmegy a magba az a nitrogén. Viszont a takaronövényeket úgy használjuk, hogy augusztus elejétől mondjuk február végéig. Azaz ott nincs maga, ami eltávozna a területről, a gümök ott maradnak a talajba, és maga a biomassa is ott marad. Most egy jó lóbabos keverék, vagy egy mono lóbab vetés is. Például az ott marad a felszín feletti biomassa, rendkívül nagy nitrogéntartalommal, és még pluszba az ilyen hüvelykújnyi gümök ott maradnak a talajba. Az már egy brutális nitrogén. Ez a 200-250 kg nitrogén megjelenik a rendszerbe. Nyilván ennek egy része kerül csak a növényig, mert ugyanak át kell menni a biológiai folyamatokon, a lebomláson, átalakuláson, a stabilizálódáson, hogy megkapja a növény, de egyébként az már pluszként jelenik meg a rendszerbe. Mindenképp. Viszont egy ilyen pont, egy ilyen lucernás kaszál, stb. Az nem ad hozzá semmit a rendszerhez. Mm-hmm. A másik pedig, ami eszembe jutott, hogy itt ugye sokat beszéltünk a szalmáról, meg a tarló maradványnak a talajba dolgozásáról, és hát jó is, hogy itt a nitrogénről beszélünk, mert hogy akkor ilyenkor mi van a pentozán hatással. Tehát nekünk az a kertészet tudományi oktatásban, mi azt tanultuk, hogy hát azért ez nekünk azért nem annyira jó, mert ezek a... Ilyen jó napraforgó után mondjuk. Igen, ezek a nehezen bomló dolgoknak a lebontása valójában nitrogén fogyasztó folyamat, nem hogy olyan, ami még plusz nitrogént adna. Tehát úgy azt gondolná az ember, hogy belekorhad a talajba és növeli a nitrogéntartalma, de valójában pont, hogy nitrogént von el az egész bomlási folyamat. Persze, hát a korhadás során ugye valaki korhasztja azt, tehát vagy baktérium, vagy gomba, de korhasztja, aminek szintén ahhoz az egységnyi szénhez neki ugye szüksége van az egységnyi nitrogénre is. Tehát itt ebben sincsen semmi különbség, tehát amíg talajművelés zajlik, addig nagyon oda kell figyelni erre a nitrogén egyensúlyra. Viszont, ha úgy csináljuk, hogy megvan ugye ez a bedolgozás, és utána rávetjük a nagy nitrogénkötő képességű takaronövényt, akkor ez a pentozán hatás már, így már nem okoz gondot. Mert ugye az alatt, a fél év alatt, amíg ez megnő, addig nekünk ott nincsen pénzes növényünk, ami igényelni azt a plusz nitrogént, és a nitrogén kötők sem igénylik azt a plusz nitrogént, ahhoz, hogy nitrogént kössenek. Tehát ott bruttó nitrogén jelenik meg a rendszerben, mellette pedig megkapják a talajlakók is azt a nitrogént, amire szükségünk van. Ez egy átgondolt rendszer. Nem úgy tűnik, hogy itt találunk fogást, hogy ott vannak a szármaradványok, én tudtam, hogy meg tudjuk mutatni. Pedig látod, hogy igyekszem. Látom, hogy igyekszel. De szóval, hogyha jól értem, akkor valójában a plusz nitrogént a rendszerbe, ami a pentozán hatás miatt kell, azt a pont, hogy ezek a pillangos takarók viszik be a rendszerbe, és akkor ez így lesz egy. És ne felejtsük el, hogy ugyanúgy használunk műtrágyát, vagy szerves trágyát, vagy akármit a rendszerbe, hogyha nyilván normális hozamokat szeretnénk, nem csak valamilyen ökofeleseket, akkor ugyanúgy van használva. Ez egy tök józan dolog. Ja. Szóval, hogy ez így
Ez nem ezomezó, Laci? Nem, gazdasági érdekeket néz, hogyha kell belenyúl, nincs az, hogy izé nem, mert akkor elvész az öko, hogyha én egyszer is fújok. Nem, ha baj van, akkor bele kell nyúlni. Nem eszedlenül egyik évre van az átállás a másikra. Eddig egy elvágólagos szabály volt, hogyha az ember átáll rá, akkor a ekét azt rejtse el maga elől. Igen. Az egy abszolút szabály, tehát az nehogy. Tehát a környéken se legyen, mert valaki még esetleg fölköti a traktorra. Már megbeszéltük, hogy támogatás ellenesek vagyunk, de azért mégiscsak támogatással lehetne ezt szorgalmazni, hogy minél többen térjenek át. Az új albe, én úgy tudom, hogy itt vannak már ilyen próbálkozások erre, nyilván nagyon ilyen kőbalta egyszerűen, hogy nem szabad forgatni, és akkor ott nézik, hogy volt-e forgatva, de egyébként a minden más elemet kihagyva lényegtelenül, csak ez a lényeg, hogy ne forgassák, hogy van-e erre irány, hogy áll ez, van-e ebbe logika? Nem tudom, néztetek az alapot így részletesen, tehát nem egyikötök se foglalkozik, hát, ugye a szántóföldivel. Igen, igen. Oké, hát a lényeg az, hogy szinte örültünk, amikor kijött az új alap, és ott volt benne, hogy a forgatás nélkül és a no-till az kifejezetten támogatott. Aztán jött a trójai ló, ugye a szűkített szerlista, amiből így egy nagy piros plajbásszal kihúzták a glifozátot. Amire azt mondtuk, hogy hát tudod mit, akkor még én se választom, amikor én no-till-es vagyok, és nem is vagyok hajlandó mással dolgozni, de nem választom. Mert engem ne csinálják belőlem hülyét mindenféle zöld majmok miatt. Wow. Na, erre varjál gombot. Nem, ez nem grifóellenes stencer. Hogy a no-till az ilyen zöld párti akármi. Hát én azt hittem, hogy itt a glifót is... Figyelj, az az elképesztő, hogy lehetne zöld párti. Hívhatnánk annak is. Mm. Csak ugye a zöld mozgalmak azok kisajátították maguknak ezt az ezotérikus vonalat, hogy majd valami szivárványpónik majd elviszik az aszatot a földről, ugye a kukoricába. Tehát én azért ezt így nem látom így a gyakorlatban ezeket a jelenségeket, sőt, hát ugye én imádom fotózni az ilyen ökotáblákat. A lányomat tanulja, hogy hányszor állunk meg az osztrákoknál, amikor elmegyünk egy olyan árpa mellett, hogy 80% aszat, 20% árpa. Ja nem, annyi nem, mert még egyéb gyomok is vannak benne. Úgyhogy igen, tehát az ezoterikus vonal nem működik. Viszont az egyértelműen látszik, hogy új a talaj javulása. Az brutális, tehát ezekben a rendszerekben. Azaz nem csak láthatóan javul, azaz sötétedik, szerkezetesedik, vagy akár mérés alapján is már van olyan termelőnk, aki 3 év alatt emelt körül majdnem 1% humuszt a talajába, úgyhogy 0,9-es másfeles humuszú löszös homokról, vagy homokos löszről indult. Tehát brutális szénmegkötése van, ami nyilván az összes ökológiai előnyével jön, a vízmegtartástól kezdve, a talaj életfejlesztésével. Ugye rengeteg takarónövényt használunk, ami folyamatosan életteret biztosít mindenféle élőlényeknek. És utána nem szántjuk le, mint egy jó vágású ökotanúsítót, hanem mi ott hagyjuk a területen, azaz tovább visszük a lehetőséget, hogy tavasszal ott petézzel rajta az engőlégy, a katica, az akárki. Tehát azon ez bármelyik meglévő vagy ismert rendszernél ökológikusabb termelési módszer. És azt mondjuk, használunk benne egy aminósavat, hát most ettől most mi változik a világban? Tehát most ugye én, ez a glifozát, ez mindig ilyen sarkalatos pont, amitől ugye elindulnak az indulatok, de alapvetően, hogyha most megnézzük, hogy például egy glifozátnak hogy néz ki a képlete. Ugye egyik oldalán van egy foszforsav, másik oldalán meg egy glicin. Na most melyik egy eszenciális aminósavról beszélünk, ugye? Na most melyik okozza a világháborút? Most a glicin vagy a foszforsav, ami minden kólából ott van benne. Tehát most melyiktől halunk meg jobban? Hát egyiktől se. Hát kb. A glifozát is ugyanannyira hal meg akárki. Hát egyébként a bomlás termék, ugye az AMPA nevű valami, ami zsírban felhalmozódni képes, és hogy hát mi is tele vagyunk glifozáttal. Egyébként ebben az érdekes, bocsánat, hogy a glifót az pont, hogy egyébként a forgatásos talajműveléseknél kellene szigorítani, mert itt működik igazán jól. Tehát ahol nem forgatom föl, ugye semmilyen csírázásgátló hatása nincsen. Tehát hogyha nem hozom fel az új gyommagokat, hanem mindig csak legyomírtam azt, ami ott fönt van, akkor egyre jobban fogom kikoptatni ezeket. Akkor már csak a szállított gyommagok jönnek. Tehát amúgy ez egy ilyen lábonlövés. Hát abszolút, mert egyébként meg a szertlistában benne hagyták az olyan összes tartalomhatású gyomírtót, ami ugye áthúzódik akár 12 hónapra is a hatása. Tehát pont a tartalomhatás nélkülit húzták ki belőle, úgyhogy azon ez egy bolcsák, de le kellett feküdni Magyarországnak a zöldeknek, ennyi. Tehát ez egy egyszerű történet. Ugye nyilván abszolút ellene vagyok ennek a folyamatnak, bármikor akármelyik ilyen ezotérikus ökohívót meg zöldet, én mindig meghívom a területekre, hogy jöjjön, nézze meg, számolja meg a glisztákat, hogy mennyi van, hogy hol haltak ki ezek meg gyakorlat. Ugye mindenre mérgező ez a szerencsétlen aminósav. Úgyhogy nem tudunk ilyet mutatni, mert mindenhol szaporodnak a gliszták. Meg szaporodik a humusz, meg szaporodik minden konkrétan, tehát nem látjuk azt az Armageddont, aminek be kéne következnie. De soha egyetlen egy ilyen ember nem jött, ilyen kritikus nem jött ki még ilyen területre. Ezt ismerjük ezt a jelenséget, mi is hívogattunk zöldeket, de nem. Igen, több oldalról.
Na mindegy. Ja, úgyhogy azért mondom, de tehát valójában nagyon jók az intézkedések, viszont az is tisztán látszódik, hogy az emberek 90%-a megúszásra ment. Uh-huh. Tehát majdnem 640 ezer hektár volt, azt hiszem, a baktériumtrágyásoknak a mennyisége, tehát abból mondjuk szerintem, hogy annyit takarónövényel vetnek el, és ott hagyják február végéig, akkor ebből az országból paradicsom lenne. Ehelyett lesz egy beszántott 2 liter baktérium. Tehát ami utána 2-6 hónap múlva már nem mutatható a talajból. Tehát én nem tudom, hogy miért jó, hogy ilyen kis kapukat hagynak egy olyan rendszerben, ami tényleg tudna hatalmas környezeti előnyökkel járni, de valamiért ez a lényeg, hogy minél több ember vegyen részt, minél több ilyen alibi intézkedéssel a rendszerben. Én innen rácsűrnék egy dologra, hogy ugye honnan lehetne erről jól tájékozódni, és már kétszer vagy többször is volt említve ebbe az adásba is az egyesület, de nem mondtuk ki az egyesületet. Ez a Talaj Megújító Gazdák Egyesülete. Erről mit lehet tudni, mit végez az egyesület, lehet-e csatlakozni, hogyan? Hát alapvetően ez egy ilyen titkos baráti klub volt jó sokáig, mert ugye senki nem szereti, hogyha nyilvánosan megvetik. És szabad földművesek. Igen. Mert ez elég komoly indulatokat kelt ez a fajta technológia, amit csinálunk, ugye mindig kórós a föld, meg ilyesmi, tehát milyen gondatlan gazdák ezek, szóval ez abszolút összes negatív ilyen kép, ami létezhet a mezőgazdaságban, na az hozzánk van kötve. Na de mégis ezek a talajok élnek, ezek a talajokon lehet aratni egy aszályba is, tehát azért a gazdasági előnyét is látjuk, nem csak az ökológiait. Tehát jó sokáig nem csinált ilyen nagyobb felhajtást az egyesület. Az idei évtől indult el az, hogy elkezdtük beengedni az embereket a gazdaságokba, menjenek ki, mivel hogy akkora információ hiány van a piacon ez az egész technológia kapcsolatban, hogy gyakorlatilag rendszeresen van szervezve ilyen gazdaságlátogatás, ahol ki lehet menni a gazdához, meg lehet nézni az ő adott technológiai szintjét, hogy csinálja, megnézni a földjeit, hol tart ő. Ugye mindenki más szinten jár alapvetően. Mikor kezdte el, hogyan kezdte el, milyen a beállítottsága, valaki imád kísérletezni, és nem jut el sehova, valaki már azért ott van a topon a legeltetett állatokkal vetésforgóba, tehát ilyen másfajták a habitusok. De alapvetően mindenkinél már egy olyan technológia van, ami részegysége lehet valakinek, aki mondjuk azon a környéken dolgozik, vagy hasonló kondíciók között dolgozik. És most van egy 40 valahány ember ebbe az egyesületbe, az mind 40 valahány gazdaság, technológia, felfogás, de az alapelvek minden ugyanazok. Uh-huh. Ugye, ami felé tartunk, ez az egységes ebbe. Nyilván a keretrendszerből mindenki azt alkalmazza a saját területén, a saját vetésforgójába, vagy meg a kultúrába is, mert például egy szőlős gazda nyilván más fog alkalmazni, mint mondjuk egy kukorica szójás, amire az ő adott körülmények között a leghatékonyabb. Szóval alapvetően a gazdaságlátogatásokat csinálja az egyesület, és próbálja tényleg így a tudást átadni. Tehát, hogyha valaki szeretne átállni erre a regeneratív gazdálkodásra, akkor érdemes megkeresni az egyesületet, ha segítségre van szükség. Igen, illetve figyelje a programokat. Tehát, hogyha valamelyiken részt tud venni, akkor érdemes elmenni, mindig tanul valamit az ember. Tehát én is a mai napig, ha kimegyek egy-egy gazdaságba, mindig látok olyan kis apróságot, ami megint fölkelt néhány kérdést, hogy na és az miért van úgy, hogyha valami nem illeszkedik be abba a képbe, amit így kialakítottam. Én nagyon meg lettem győzve, még a direkt vetőgépet, a talajtakaró keveréket, meg bármi, ami kimaradt. Ugye a direkt vetőgép, hát az csak annyi, hogy ugye a nagy gazdasági direktvetőgépek szép számmal vannak. Nyilván az áruk is valahol ott kezdődik ugye a 4-6-0-ás környéken euróba, viszont ugye kis gazdaságok számára nem elérhető. És én is ebbe futottam bele egyből, amikor kitaláltam magamnak, hogy én akkor most direktvetek, aztán körülnéztem a piacon, és a szívroham megkerült. És akkor volt az, hogy megterveztem ugye a saját gépet, legyártottam, és utána pár évre rá próbáltam itthon gyártatni, hogy valakivel összeállni, és akkor legyen akkor kis, ilyen 400 hektár alatti kis gazdaságoknak. Ez egy optimális, abszolút. Tehát ilyen legkisebb gazdaságunk, amivel dolgoznak, ilyen 15 hektár szőlős gazdák dolgoznak, vagy Tokajba, stb. Húzzák be a földeket eróziómentesítésre. Úgyhogy optimális kisgép. És akkor végén Vajdaságban a Gellérttel összefutottunk, és ő azóta gyártja, manufaktáriás körülmények között. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg egy ilyen robosztus kis masina, illetve annyi, hogy én újra gondoltam a maglehelyezést, tehát ami a piacon nincsen, ilyen semmilyen más vetőgépnél, hogy gyakorlatilag mag szintjén tömörítem a magot. Nem egy felszíntömörítés kap a vetésnél. És ebben egy olyan szabadságot kapunk, amivel nincs olyan talaj állapot, aminél ne tudnánk vetni. És nincs olyan mélység, amiben ne tudnánk vetni. Az azt jelenti, hogy például a váz árba után vetett szója. Például ez egy tök jó kis játék, még haszonnal is szokott járni általában, különösen, hogyha fogott szójából van, és ott, hogyha ki van száradva az a tarló, akkor akár 10-15 centiméterre levetjük azt a szóját. És második harmadnapra ugyanúgy kirobban a földből, mint hogyha elvetetted volna egy abszolút optimális körülmények között. Mert hogy ezzel le tudunk menni a mélyre, mert csak a magot nyomja be, fölötte meg nem tömöríti a talajt. De hogyha például ilyen lucernát telepítünk, akkor is van olyan meg gyepfelülvetéseknél, hogy ha kicsit mélyebben nedves a talaj, akkor leküldjük 4-5 centire a lucernát, és onnan fog följönni.
És mert azért, mert csak max szinten nem borítjuk, és fölötte abszolút nyitott a rendszer. Úgyhogy azért mondom, hogy abszolút eltérő ennek a működése, mint egy szokásos tárcsásvetőgépnek, hogy hát akármilyen iszabban, amikor már talajra rá tud menni az a traktor, akkor ezzel már lehet vetni. Egy tárcsása azért nem annyira, már ugye az beragad, mint azonnal az a malajtól, de azért mondta, tehát ilyenek, ezt csinálgatom, de ez tényleg csak egy ilyen hobbi dolog, hogy egy kis gazdaságnak legyen valami elérhető gépe, amivel el tudják látni a feladatokat. Hát azt mondani, 400 hektárnál már maximum 4 méteres direktvetőgép bőven elég. Tehát nekem a kedvenceim, például Gébran is kb. 2000 hektáron egy 5 méteres vetőgéppel dolgozik. Ez az összes mechanikája. Mm. Nem szükséges nagyobban gondolkozni. Tudom, itt mindenki 6 métereknél indul, még a legkisebb gazdaságba is, de szükségtelen. Tehát évente egyszer vetünk, vagy maximum kétszer. Tehát általában arra kéne az időnek lenni. Ja, a másik meg a retek, ugye a tilizsad is kérdeztétek. Hát nekem ez akkor jött a fejembe ez a retek, amikor próbáltam itthon megvásárolni az első takarómén keverékeimet, még amikor 12-be, és akkor ilyen nagy magyar neves vetőmag cégek ugye közölték velem, hogy hát ilyen hülyeségben ne gondolkozzák, ők tudják, hogy mi kell a magyar piacra. Hát mondom, jó, akkor én kimegyek a hollandokhoz, behozom, ami kell nekem. Úgyhogy akkor indultam az első ilyen 20-25 növényes keverékeimmel, és abban volt benne a retek, és ez úgy nagyon megtetszett a karakterisztikája. És akkor 14-ben hoztam be az első szállítmányt a németektől, és ez akkor azt tudtam el. Ez egy dajkonretek. Egy dajkonretek fajta, amiben az a poén egyébként, hogyha megnézed az árát, hogy mennyibe kerül egy ilyen retek, és mennyibe kerül az ipari fehér retek, ugye, amit terveszteni kell, és meg kell művelni a talajt előtte, stb. Hát a végeredmény ugyanaz, csak 60 ad áron. Uh-huh. Úgyhogy a földről szokták elvinni az emberek a kolbász mellé, mert egyébként pont olyan finom, pont akkora. De azt hiszem, tehát egy idő után azért elkezdtem elhagyni ezt a retket. Tehát ez egy nagyon ügyes kis eszköz, de egyrészt a telek már nagyon enyhék, tehát nem egyszer nem fagy ki rendesen. Uh-huh. Vagy ha kifagy, akkor annyira száraz a tél vagy a tavasz, hogy nem rohad vissza a talajba, ez inkább rohad, mert alapvetően hogy ez a folyékony, nagyon magas víztartalmú anyaga, ennek vissza kéne kerülni a talajba, hanem ehelyett mumifikálódik. És a mumifikált növény szövetből, ami úgy néz ki, mint egy ilyen, mint ez a mosdószivacs, tudod, ez a lufa vagy micsoda, tehát ilyen hasonló szerkezetűvé válik, hát az 2-3 év után miért visszakerül a rendszerbe. Tehát ez az a változó időjárásunk, ez gyakorlatilag nem teszi hatékonyan már ezt a retket. Illetve a másik az, hogy ugye a repcevetés területe az oké, most már csökken, de azért egy jó keresztes virágú takarónövény keverék azért az áldásos hatás mindenkire a környéken. Egy jó kis őszi kártevő szaporítással. Úgyhogy azért mondom, a kereszteseket próbál minimalizálni, de az ilyen 1-2%-okat azért beleteszek még a retekből, még most is a keverékeben, mert azért csak az a funkció, amit csinál, azért az mondjam azt, hogy nélkülözhetetlen, mert nem is a retek teste a lényeg, hanem az a gyökér, ami lemegy, átküzdi magát, ugye bármilyen módon is ezeket a pakon is, ha úgy van, és alul egy ilyen bojtos sapkához hasonló, ilyen nagy felszívó felületet hoz létre, akár egy fél méter, egy méter körzetbe. És ugye az a lényeg nekünk, hogy a kimosódó tápanyagot azért hozza valaki föl. Mondjuk nyilván az eső is kéne, hogy kimosódjon valami, de alapvetően ez volna a funkciója. Ez a jövő? Tehát állnak át lassan csikán az emberek? Hát a lassú az tökéletes kifejezés. És ugye én gyakorlatilag ugye két programot is viszek itt Magyarországon. Az egyik ugye egy nagy széntonosítvány program, az Európának a legnagyobb programja, és a másik meg a Nestlének a beszállítója a nyugati határszélen. Kőkemény a küzdelem, hogy megnyerjünk embereket, hogy másképp dolgozzanak. Tehát most ez a új 12%-os rendelet, ez ugye a 12%-os lejtőkön vagy szintvonalas művelés, vagy no-till-lel lehet most már kapásnövényeket termeszteni, ez valamennyire indítja már a gondolkozást, mert tényleg akkor kiszorul a vetésforgóból a kapás a dombokon, hogyha valaki nem áll át no-till-re, mert most a szintvonalas az egy aranyos ötlet megint, de most én nem tudom, beültetem abba a kombányba azt az embert így oldalazva a 12%-ra, hogy akkor majd mennyi oda aratni, aki ezt kitalálta. Ott oldalban nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy onda kerüljön minden, ahova van, meg ne is boruljon föl minden. Úgyhogy azért a no-till marad, tehát egyértelműen ez a vonal, de hát a no-till meg nem működik biológiai elemek nélkül. Ha most tényleg abban a lőzbe csak belehúzzuk azt a szerencsétlen növényt, ott semmi nem fog történni. Tehát az úgy nem oké. Tehát nem fog megnőni. Az erózió úgy elviszi, ha nincs még szerkezete annak a talajnak. Úgyhogy én nem látok más jövőt egyébként. Tehát minden területen ez a regeneratív művelés, olyan előnyei vannak, amit most csak felsoroltunk néhányat, de ezt lehetne folytatni, tehát órákon keresztül, hogy miféle pozitív hatásokat tapasztalunk, és nyilván mert az anyag is ott van. Mert most a tavalyi asszályban is, aki így dolgozik, azért 1-2 tonnával többet aratott a tavaszi növényekből is. Igen, azért a vízgazdálkodása nem kicsit jobb. Igen. Jó, hát nyilván most a békésben, ahol egy 80-100 mm kótok tenyészidénybe, ott semmi nem menti meg. Persze. A tavaszi kultúrát. De ott valamennyi csapadék azért volt még. Na ott egyértelműen az 1-2 tonnák ott voltak a rendszerbe pluszba. És az szerintem már az egy pénzügyi előny erősen.
És nekem van egy ilyen csúnya kapitalista becsípődésem, ami arról szól, hogy hát ha valami egyszerűen működik és a piacon teljesít, akkor annak hát Adam Smith és ugye a gatyájában tartott láthatatlan keze okán valahogy el kellene, hogy terjedjen a piacon. Mi az az akadály, ami miatt ez nem? Mert hogyha ez tényleg működik, nem kell annyi gázolajat, nem kell a talajt állandóan túrni, mint egy vakondok, hogy akkor miért nem terjed ez gyorsabban? Mert mondjuk ott van ugye a drón, ami meg úgy terjed, mint a futótűz. Ezek annyira be vannak rosálva, ezek a nagy cégek, attól, hogy ez az egészen indul. És ez akkora pénzügyi veszteséget okoz nekik, hogyha a parasztok megtanulják azt, hogy hogy kell vasalás nélkül földet művelni, hogy kell termeszteni növény 10 tonnás kukoricát input nélkül, műtrágya nélkül, minden nélkül, hogy ezt nem merik megkockáztatni. Ha megnézed, hogy minden egyes nagy cég benne vannak a kísérletekbe, de eredmények nincsenek. Tehát már a 90-es években ott voltak a kísérletei, sőt, már előtte a 60-as években vannak kísérleteim, a régi könyveket gyűjtöttem össze, amik már ott voltak azok a kísérletek, és sikerrel zárult az összes. Az utolsó kísérletei a 98-as évad környékén 5 nagy gazdaságban lettek beállítva sikeresen, több évi futóprogramok. Majd utána úgy esülyeztették az eredményeket, hogy egy ismerősöm lopta ki a Gödöllői könyvtárban még a fényképet is a tanulmányról, ami arról szólt. Tehát abszolút hozzáférhetetlen anyagok. Sőt, hát még a volt, átküldött nekem pár képet, de azt mondta, soha senkinek nem mutassam meg ezeket. Tehát ezek nem létező információk. Azt a mindenit. Hogy ez bizony Magyarország valóban szinte összes termőterületén ez a technológia sikeresen alkalmazható. És el tudunk oda jutni, hogy 10 tonnás kukoricát vágjunk műtrágya nélkül. Egy gyomírtással. Na, szóval ezért mondom, hogy ez egy olyan melegpite, hogy pont a szlovák ismerős számolta ki, hogy Szlovákiában így ezeknek a nagykereskedőknek, akik ezek a nagy integrátorok. 80%-a húzná le a rólót körülbelül a felmérés alapján, hogyha ez a technológia elindul. Azaz csak direktvetésre átállnak a szántóföldiek. Nyilván zöldségtermesztésben nem olyan könnyű átállni, sőt nem lehet átállni. Most is burgonyát mondjuk, hogy Nem, azt én is töltéssel csinálom otthon. Tehát nyilván arra nincsen olyan technológia, ami jól működne, de ott vannak a laciék, tehát ők már 6 vagy 7 éve takarónövényezik a burgonyában nagy sikerrel. Tehát azért valamennyire próbálja a talajkárt csökkenteni ezekkel a kiegészítő elemekkel. És működik a rendszer, abszolút. Úgyhogy azért mondom, hogy ennek egy olyan szintű iparági ellenállása van, ennek a technológiának, amit én képviselek, hogy szó szerint első számú közellenség vagyok a hülyeségeimmel. Van ezen a direkt vetőgépen, amit ugye te tervezted, szabadalom, vagy valami? Nincsen, abszolút. Szóval bárki legyárthatja, ha tudja, hát jó anyag kell hozzá, azt nem igazán könnyű szerezni, hogy ne kopjon el a földbe az a szerencsétlen cucc. De egyébként azért mondom, pont azért vérprimitív, hogy a kisgazda olcsón megvehesse és olcsón is üzemeltethesse. Hát ezért nincs egy elektronikával, nincsenek benne mizgő-mozgó alkatrészek, tehát a létező kőbalta egyszerűségű gép, ami lehetséges. Ha elkopna a kés fölhúzott kemény fémpálcához, kész, megy tovább a masina. Tehát egy véregyszerű. Tehát bárki be tud állni gyakorlatilag egy ilyen rendszerbe. Egyébként amilyen eladásokat produkálunk, most néztem a statisztikai hivatalnak, hogy mennyi 3 méter alatti gép lett eladva itt vetőgép Magyarországon. Ugye az én gépeim nincsenek benne, mert Vajdaságba gyártjuk. De a magyar piac 80%-a körülbelül azt, amit ezzel a kis géppel lefedünk. Az igen. Tehát. Ja, de ez nem látszik meg, nem is hirdetek, sehol nincs hirdetésem, se semmi se. Tehát egyediben gyártjuk mindenkinek, aki rendel, a gép mögé, ami mögé szeretné, a rászabva konkrétan. Ja, ilyen háztály. De nyilván ezért kerül annyiba, amennyibe. Tehát nem 3-4-szer annyiba, mint egy normál direktvetőgép. Én meg lettem győzve. Kemény. Kérdés, ajsaj. Hát akkor a hallgatóknak erre még hagyunk időt, hogy ezt átgondolják, és addig is pedig a mérgezett föld. Ugye egy e-mailben, amikor egyeztettük az adást, akkor mondtad, hogy hát az általunk is már beszántott, hogy így mondjam, mérgezett föld filmhez van neked valami kötődésed, és hogy hát vajszint. Mi volt ez? Hát igen, szóval én, hogy is mondjam, tehát az élvonalban azért nem sokat trollkodok, azért jobban szeretek a háttérbe trollkodni, és bár mondjuk ezzel sokan nem értenek egyet, de alapvetően annak csak annyi volt a története, hogy akkor éppen kakasszéken dolgozgattam, csináltam ott egy befektetőnek a tervezett biogazdaságát, és egyszer csak megjelent Kővári Gábor, hogy akkor beszéljünk már a forgatókönyvről, mert hogy megcsinálta ennek a mérgezett földnek a forgatókönyvét, és akkor átbeszéltük, és akkor ott gyakorlatilag kigyomláltam a forgatókönyvnek ugye a 60%-át, ami pont ilyen ezoterikus maraságok voltak, és mondta, hogy ha figyelj, tényleg valami érdekest akarsz látni, akkor hát mondjuk menj el Puszta Szabolcsra. Mert ott van ez a trágyaoltós, komposztálós történet, ahol én úgy láttam több évnek a szelvényeit ott, és nekem úgy tűnik, mint hogyha ott vándorolna lefele az az ászint, de nagyon masszívan. Mert láttam még az első képeket ugye a szelvényekről,
és ott tényleg ugyanarról az erodált csernozomról indult a történet, a 30-40 centi közötti élesvágású ászintről, és úgy szépen vándorolt lefelé évről évre. És amikor ezt megvette ezt az ötletet, akkor meg elintéztem ugye a Szerziával, hogy akkor nyissunk már egy Selvin Szabolcson, így a forgatás kedvéért, és akkor ebből lett ez az egész történet, hogy akkor jöjjenek ki oda, nézzék meg, teljesen random belevágtunk a földbe valahol, aztán nézzük meg, hogy mi van. És nyilván ezt fölvették, azonnal abban a pillanatban ott megtámadott minket a helyszín, széttől kezdve mindenki, hogy mi hazudunk, meg ez egy valótlanság, meg szemfényvesztés, meg egyebek, ez ilyen nem létezik, olyan nincs, hogy talaj fejlődik, meg ének. Okay, jó. És akkor én mondtam, hogy figyelj, semmi gond, itt az Egyesület, van egy csomó emberünk, az országban akárhány helyen beállítunk olyan tesztet, ami szintén erre épül, erre az oltott trágyára, és nézzük meg, hogy tényleg működik-e, milyen körülmények kellene hozzá, hogy működjön, stb. Tehát abszolút engem az is érdekel, ha működik, meg az is, ha nem működik, mert akkor megkeressük, hogy miért nem működik. De ott ezen a helyen nekem úgy tűnt, hogy ez a rendszer működik. És ugye ezért mondtam azt, hogy ha ez egy érdekes felvetés, nem kell készpénznek venni, hogy ez tényleg így történik mindenhol, meg mindenhol majd két méteres feketét csinálunk, mint ott Puszta Szabolcson keletkezett, vagy hát legalábbis ott van. De ugye ezt megmagyarázzuk, hogy ez mikrodomborzat, meg egyebek, és akkor amiatt van ez. Érdekes, hogy sehol a környéken nem látunk máshol ilyen mikrodomborzatot, csak ezeken a kezelt táblákon, de ez biztos ez valami varázslat lehet. Mert hogy a talaj nem épülhet, ugye, rövid idő alatt. De a lényeg az, hogy utána semmiféle együttműködés nem született, ugye abszolút ez a film is ki lett átkozva, mert hogy ez egy baromság az egész, ami ott abban láttak, amit ebben a filmben láttak. Jó, nyilván, hogy amik benne voltak egyéb ilyen ökobió dolgok, az nyilván olyan, hogy most ez a háztáji szalmáskodás, ugye, ez az annyira azért nem skálázható, meg azt igazából nem tudom hova tenni, hogy egy akkora, ez a mémulcsos technológiát, tehát mert hogy az nem értem a szükségességét. Nyilván, hogyha mernek rengeteg trágyája van, akkor hordja oda azt a mulcsot, és akkor csináljon vele valamit, de az nem épít talajt. Tehát az a felszínen komposztáljuk azt az anyagot, de alatta nincs talajépülés, tehát nem látunk ászintet, hogy ott feketedne, vagy valami éles vágással van vágva, ugye a felszíni komposztálás körülbelül abban a rendszerben. Na de a lényeg az, hogy ugye erre alapvetően a Puszta Szabolcsról lett kijelezve az egész történet, hogy egy ilyen gondolatébresztő legyen belőle, hát nem ébredt fel benne a gondolat senkiben, hogy esetleg akkor reprodukálja, vagy nézzük meg több helyen, menjenek bele a mérésbe, ezek nem születtek meg, illetve amiket vittem én is talajmintákat laborokba, akkor szekvenáljuk már, hogy mégis ki az az élővilág, aki felelős érte, minden talajlabor elsüllyesztette a talajmintákat. Tehát nem történt meg a szekvenálás. Úgyhogy nem tudom, az egyik volt, a másik az egy magánlabor volt, a magánlabor arra hivatkozott, hogy nem bírtak belőle a DNS tisztítani a talajból. Ez egy olyan különleges talaj, amiben nem tudtak DNS tisztítani. Úgyhogy az megmondták, hogy ők tudtak DNS tisztítani, de utána soha nem született belőle eredmény. Úgyhogy én már nem is foglalkoztam vele utána, mert hogyha majd valakit érdekel, akkor majd utána jár, még csinálja, meg egyebek, de mi használjuk ezt a technológiát egyébként az állattartóknál. Igyekszünk komposztálni, igyekszünk kijutatni az anyagokat. Nyilván egy költséges technológia, tehát nem mindenki szívesen áll bele, mert magas költségű komposztálás, ha úgy nézzük egy sima trágya szóráshoz képest, viszont érdekes volna azt a biológiai előnyt megnézni, tényleg egy kicserélt mikrobiológia, egy masszívan gombás ökológia a talajba, az milyen változásokat tud indukálni a rendszerbe. De várj, mert legjobb emlékeim szerint a filmben ezt a bakteriolit bakteriószolt használtak, ami egyrészt nem gomba, hanem baktérium, másrészt meg pont az említett nagyjából használom baktérium trágya. Abszolút félrevezető az elnevezése. Tehát gombás túlsúlyú lesz a komposzt. Nem baktériális túlsúlyú. Tehát kifejezetten a gombák fognak felszaporodni, és egy nagyon érdekes ilyen vöröses árnyalatot kölcsön az egész kezeltárgyának. De ettől a baktériumos cucctól gomba túlsúlyos lesz? Az a neve, de nem az. Aha. Tehát ez egy abszolút félrevezető név, ez a bakteriolit történet, hogyha valaki, megvan a szekvenálása ennek az anyagnak, és kifejezetten gombadomináns. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon szerencsétlen névválasztás. Uh-huh. Tehát nem a hát vagy jó marketing, mert ez a bacis dolog terjedt el. Igen, ezt ismerik az emberek, igen. Igen. Lehet az is benne egyébként, hogy tényleg azért ültek rá a baktériumra, az mindenki ott van fejében, hogy hú, a talajbaktérium az milyen jó. Lehet ez is benne. Nem tudom. Ezt a marketing részét nem ismerem neki. Ja, tehát ez volt igazából a filmmel kapcsolatban, így együttműködésem, vagy inkább mondjuk inkább azt, hogy a provokációm, hogy ébresztünk már gondolatot, de aztán nem ment tovább ez a történet. Nyilván az egyéb szálak mellette, az nagyon elvitték a filmet. Ezek a mély múlcsos, meg az ökológiai őrjöngések, hogy akkor tönkreszesszük a világon, hogy mindenkit megmérgezünk. Hát nem mérgezünk meg, hát ki lehet jönni a földünkre, és meg lehet nézni. Hogy annak ellenére, hogy használunk növényvédőszereket, nyilván arra törekszünk, hogy minél kisebb mértékben az is, tehát ez sem annyira támogatja egyetlen szerkereskedőnek se az életét, de ha kell, akkor használunk. Mert azért csak arra megyünk, hogy profitja legyen annak a gazdaságnak, és ne egy 4 tonnás búzával zárja az évet veszteséggel.
Na mindegy, oké, hát ennyi kávé, egy röviden. Wow. Ja, szóval az egész magyar mezőgazdaság teljesen más pályára lehetne állítani ezekkel a gondolkozással, egy másfajta gondolkozással. Hát reméljük, majd itt kicsírázik valaki benne néhány gondolat ezzel kapcsolatban. És akkor hol lehet téged keresni, hogyha valaki... Hát főn vagyok a neten. A talajmegújító mezőgazdaságra rákeresek, akkor én vagyok mindenhol. Jó, hát úgy nem nehéz. Igen. Jó, rendben. Hát, nagyon szépen köszönjük, wow, köszönjük az agytágítást. Nincs mit. Én örülök, hogy végül is sikerült beszélnünk. Szerintem még az is elképzelhető, hogyha te is benne vagy, még lesz, miről beszélünk szerintem. Figyelj, ez a glifos téma, ez egy külön jó volna egyébként, egy zseniális téma, hogy milyen szinten fonódnak össze az üzleti érdekek, meg az ilyen korrupt szervezetek, zseniális. Tehát, hát ez magában egy 200 oldalas íromány, ami ezt elemzi. Egy jó glifós adás. Egy masszív igazi glifós adást akkor még tettő alá hozunk. Jó, mert tényleg nem fér a fejembe egyébként az egész hisztéria. Tehát látjuk, hogy semmi sem igaz abban, amit mondanak. Hmm. Tehát semmire vonatkozóan se körülbelül. Tehát a gyakorlatban folyamatosan igazoljuk. És ráadásul én mértem először Magyarországon vizeletből glifozátot. Mert a Veszlingnél én csináltattam meg még a protokollt, nem is volt Magyarországon ilyenre. Tehát egy külföldi ilyen lokaszelizás mérésekre hivatkoztak, ami abszolút nem oké. Okay. Tehát ez rendes GCCMS beállításokkal minden. Tehát tök jó, kidolgoztak nekünk a Veszlingbe egy protokollt, és nem igazolta a vizeletben lévő glifozátot. Tehát gyakorlatilag három embernél találtunk kimutatottsági határ fölötti, tehát az tudod, szóval kb. Az aditó meg az emereltől, tehát nagyságrendekkel, fényévekkel lejjebb, de provokációs is volt. Tehát gyakorlatilag én is előtte vedeltem a francia borokat, a másik vedelte a német söröket. Szóval... Ilyen provokációs teszbe van beugrani? Ez engem is érdekel. Ugye? Szóval aránylag jó. Úgyhogy a provokációsba ugye 0-11 volt a kimutathatósági határ, 0-13-as sikerült elérnünk provokációs kísérlettel. Mm. Tehát az még mindig a fényévekkel az MRL alatt van. És úgyhogy alapvetően a igazolódott, illetve AMPA-t egy esetben se lehetett mérni. Ami nem csoda, mert alapvetően az AMPA az a metabolitja a glifozátnak. Uh-huh. Az emberi szervezet viszont nem metabolizálja a glifozátot. Tehát, hogyha AMPA-t mutatnak ki, az más forrásból érkezik. Például a mosogatószerből, hogy nem most öblítette rendesen a poharat. Ugyanis azok a foszfonátok, amik benne vannak a mosó és mosogatószerekben, ugyanúgy AMPA-vá bomlanak. Tehát ezért van teli az összes szennyvíztelep AMPA-val a kifolyó vizek, mert hogy ezek a bizonyos háztartási vegyszereknek a bomlás termékei jelennek meg elsősorban. Jó, lesz glifos adás. Erre visszatérünk. Jó, oké, nem rabolom tovább. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Sziasztok. Sziasztok. Újraindultunk.